Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt, 13 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri, hello, hát, Jani. Hello, srác. Hello, gyerekek, egy tapsot a júniusnak. Egy is van. Engedjünk el. Megjött a nyár most már minden értelemben. Zsűr. Így van. Bemutatkozunk a júniusnak. Hú, gyerekek. Hát figyeljetek, gondoljatok bele, hogy lassan, azt mondja, hogy ez a június is lepereg, és akkor az évnek a fele már hagyjuk már, hogy karácsony van. Azért, kérlek, de most olyan. Hát olyannyira, hogy 22 nap múlva rövidülnek a nappalok. Az milyen? Csak mondom. Jelzem. És alig kezdtük el, még 2015-et, azt mindjárt vége van. Azt én vagyok az öregem. Hogy 22 nap múlva egyébként vége van a nyárnak, abban az értelemben, hogy rövidülnek a nappalok tényleg. Nem, azért milyen súlyos már belegondolni. Bizonyám, gyerekek. De hát most még jó idő van, és itt a nyár. Ó, és jó is lesz. Jó lesz, de én már kiszámoltam, hogy 20-22 nap múlva már csillagászat értelemben percenként vagy fél percenként el kell sötétedni. Hüvösebbek az éjszakák, és... És csak öregszünk, csak öregszünk. És csak öregszünk, csak öregszünk. Robogó vonat ez a halál felé. Éljen a hétfő. Gyerekek. Azért te verted be a szöget koposommal. Ha persze, tehát, hogy te olyan sűrű hétvégén volt, meg örülök. Gyerek. Na jó, gyereknap mi? Hát gyereknap is volt, meg kerti parti is volt. Új húzódszkod a beüzemelése. Új húzódszkod még nem volt, sajnos. Meg kell vennem. Pedig rá akartam kérdezni, hogy mi van, ezért van a helyi kocsmán már kuglis. Még nem láthatod a növekedést, még nem indult a növekedés útján. Pénteken well hello buli. Ó, bizonyám. Voltatok? Azt láttam, hogy a Feri volt. Sikerült. Facebook oldalon láttam. Kiraktam a népet, figyelj, az a 10 000 ember, és tök érdekes volt, hogy ilyen 10 évtől 60-ig szerintem. Igen. Tehát, hogy nem csak a fiatalok voltak, hanem középkorúak, idősebbek. Hát az unokákat elhozták a nagyszülők, vagy a nagyszülők vitték el az unokát. De ők is énekelték a szöveget. 13,5 perc alatt sikerült nagyon berugnom. Ügyes vagy. Mi nem is találkoztunk, hogy láttalak téged egyszer. Én is téged, én intettem egyet, de ilyen látványosan elfordultál, mondom, hogy nem közeletek, hát nekünk elég a hétköznap. Új, gyerekek, én nagyon hamar nagyon berúgtam, mert valaki rummal itatott, és az nem volt jó ötlet. Úgy ittuk a házmestert, hogy 3 deci bor, 2 deci szóda. Plusz rumot, és abból megittam 3-at. Már nem házmester. Tehát megittam majd egy liter bor csakot, és onnan még átmentünk egy másik buliba. Még onnan fél egykor, éjfélkor még elsikerült mennünk egy másik buliba, de már az átjutásot kevésbé emlékszem. 2 házmestert, nem is. Több házmester. Nagyon örüljünk a taxiba, még bemegyünk valami szórakozó helyre pisilni. És illetve azt ragadtatok. Hiszem, én folytogattam a taxisofőrt. De lehet, hogy ez barátomból. És vereket ért rá, és Szander Szambrással. Nem, poénból, mert valami rossz úton ment, és hát megragadtuk a nyakát, és így elkezdtük rángatni. De azt hiszem, az már... nyilván megérdemelte. Nem, nagyon nevetett, jól szórakozott velünk, úgyhogy... Hát gondolom. Nagyon nevetett, szálljanak majd kezdeni. Vöröskód, kollégák! Igen, onnan még sikerült átmenni egy másik buliba, aztán szombaton egy kis pihenés, gyereknapom, vasárnap kerti parti. Szombatra nem emlékszem. Szombatra azt átaludtam, mert nagyon másnapos voltam. Úgyhogy nagyon sűrű. Pedig nem is látszott rajtad semmi. Én néha oda-oda pillantottam, ott beszélgettél emberekkel, és egyszer azt láttam, hogy a Viki az így átszáguldozik a parketten. Viki se volt az. Ő is hívott egy valamit. Jó, na azt láttam, hogy ő vidám volt. Addig jó, amíg csak téged itatnak rúgmal. Ha már a Vikit is, akkor... Én nem tudom, miért kell nekem borra töményet inni egyébként, azt nem értem. De rájöttem, ott volt mindenki igazából. Tehát a rádióból az Ákostól kezdve, az Árpin keresztül. Én nem tudtam, hogy ez ilyen nagy népünnepé lesz. Jó érzékel. Az Ákoson meg is lepődtem. Ákos is. Hírkatona. Szélszesek, promóciósok, Árpi, Titus, mi kettő, mindenki. Én arra lennék kíváncsi, hogy az Ákos mit mondott otthon, hogy hova megy. Aztán lehet, hogy a párjával volt. Oda jött mellém. De nem emlékszem, miről beszéltünk. Valamiben beszéltem vele. De gyorsan. Hát, ha ő majd emlékszik. Hát, ha ő majd emlékszik, hogy megkérdezünk. Rolit szeretném neked, János, aki nem volt ott a bulin, csak egy ilyen gyönyörű Rolit mondata. A sportember? Roli a sportember a következő féleképpen volt beöltözve, mondd, hogyha ez a jövőben mutató, mert te értesz a Balázs a divathoz. Na. Következő volt, egy fekete, hosszú ujjú ing volt rajta, gyönyörűen begombolva, és ezen egy újatlan Netz trikó. Jó. Nem hittem el. Addig, egy újatlan Netz trikó volt rajta, és kérdeztem, hogy futni voltál, csak alávetted az inget, mert az vagy kamionos vagy. De nem tudott válaszolni, azt mondta, hogy ő így jól érzi magát. Mondom, Roli, nem kötözködni akarok, hajrá, tehát tiéd az éjszaka, fiatal vagy még szép, vonzó valaki számára biztos. Valamelyik csak igaz, sokat beszélek. És így nem értettem, olyan hosszú, fekete ing, és rajta egy Netz. Az igazán nagyok, azok nem követik, hanem diktálják a divatot. És Roli ezek közé tartozik.
Nem tudjuk, hogy még mikor jön ez a divat el. De majd egyszer. Ja, a divadiktátorokról, hát megláttam a virágos. Na, mibe volt? A virágos. Virág, póló. Virág, ja, megmondta. Bedobtad. Kis virág, mintás, kék színű, egy hosszú póló, fehér virág. Ugye, ilyen hogy van. Egyébként ült. Igen, ült. Hollandiában vettem. Ült, mert senki más nem hordott olyat, mert nem merték fölvenni, ült. Hosszújú kék, és fehér, ilyen nagy tenyérni virágok rajta mindenhol. Abban toltam. De nézzétek meg, menjetek el. Többen akarták locsolni. De nézzétek meg, ha bementek egy boltba, ahol pasis cuccokat árulnak, hogy brutálisan jön a virág. Tehát idén megint ez a Hawaii virág. Ez. De gondoltam, jó, hogy megnyitom a szezont egy virágmintás. Egy virágmintás hosszú jó. Később, mint soha. Nyitottuk a szezont pénteken egy virágmintás szezonnyitó kis pulóverrel. Vagy egész jó hangulatú kis, jó volt. Ez elejileg ez a Well Hello gyerekek, ez konkrétan értékelhetetlen. Tehát ez a Diaz, ez nem tudom, miért nekem, mert hangja nincs. De tényleg semmi. Tehát, hogy amikor már elővesznek egy táblát, rá van írva, hogy elnök és szól a VR The Champion, és ilyen már minden öthöz van, mindennel, csak hogy kitöltjük a másfél órát, szóval, hogy... Ez volt az. Igen. Az a 7 szám, az kevés erre, ami van, vagy nem tudom, 10, igen. Tehát volt benne minden. De a Biebers egyébként jó volt. Vagy jobb, inkább úgy mondom. Hát ők se szólnak azért stúdió minőségben. Ki volt ki koncert. Előtt? A Biebers volt az előzenekar, de arra buliztak az emberek. A Well Hello már csak megjelentek. Tehát ez a különbség a két zenekar között. Hogy a Well Hello trendi ott lenni, a Biebersre lehet bulizni. Tehát ez a jelenség. Hát meg az egyik valójában zenekar. Az egyik valójában zenekar, igen. A zenekarra nem volt baj egyébként, csak szerintem a harmadik Well Hello dal után már egy kicsit érezted, hogy ez ugyanolyan, mint az első. Ugyanolyan, mint az első, igen. És hát ennek a diásrácnak, ennek semmi hangja. Hát rosszul is szólt ott fönt a cucc. Nagyon szegényként. Én lementem a tömegbe, ott egyen jobb volt, ott meghallgattam őket. A Biebersről meg azt érezted, hogy az a Puskás Peti, szóval, hogy így lebontotta a színpadot. Olyan energia volt a csávó. Jó a gyerek, igen. Egyébként tényleg jó. De jó volt a Well Hello is, szerette. Mindenki Fluor Tomi egy ilyen elektromos kiskocsival közlekedett, mert hát a ugye Hello, illetve úgy kezdődött, hogy betolták egy ilyen kórházi fekvő ágyon az embert, és akkor így klasszik elektromos kiskocsi? És utána a klasszik elektromos egyedül. Béka és nyuszi sebesség van rajta, teknős béka és nyuszi, így van a kijelölt. Igen, a színpadon csak békával lehetett menni, teknős békával. Igen, úgyhogy jó volt, aztán jó. Sűrű volt hétvége. Hát én nem tudok ilyen izgalmas élményekről beszámolni, hiszen csak a szokásos hobbiainak éltünk, elmentünk Komáromba, megnéztük megint a monostori erődöt, illetve azért, mert felújították a monostori erődnek a Duna bástyáját, és most ott van egy ilyen Dunamenti mestersége kiállítás, azt meg szerettem volna nézni. Nem találkoztam ipari mennyiség rumtól elázott műsorvezetőkkel, nem találkoztam trendi popstárokkal, nem találkoztam senkivel a rádióból, ez egy picit ilyen nem volt unalmas, mert nagyon-nagyon szerettük, meg hát mindenkinek el kell menni, meg kell nézni, mert ez egy fantasztikus komplexum ott az egész, a szlovákiai részsel, a magyar részsel. Botorkáltam veled egyszer ott, amikor Komáromba kidelpültünk, hát nekem egy életre elég volt. Uh-huh. Nincs de most sem. Már szebb az erőd, most mondja, hogy a Dunabását felújították. Vagy a Wikivel botorkáltam? Igen, nem, te küldtél el a Wikivel? Kérdezte, hogy mit lehet megnézni, vagy mit érdemes megnézni Komárom. Álmondom, figyelj, ha török étteremben voltál már, akkor az nagyon jó, az biztos, hogy bejön. Akkor menjetek el és nézzétek meg, vagy a Monostorit, vagy az Igmándit, vagy a Csillagerődöt, vagy az Újvárat, vagy az Óvárat, vagy a Nádorvonalat, vagy pedig a Vághídfőt. Nem mondom, ezeket érdemes megnézni. Sere, mit mondott? Beálltam kocsival a parkolóban, nagyon szittam magam, mert rájöttem, hogy be tudtam volna állni a bejáratig, aki a parkoló és a bejárat között másfél kilométeres távolságban. Bementem egy erődre, amit nagyjából benőtt a gaz. Egyébként sétáltunk ameddig, oda mentem egy rácsos, a rohadt nagy kapu az, ahol, amin keresztül láttam a Dunát, de nem lehetett kimenni a Dunához, mert rács volt a kapun, egy lélek nem volt sehol, pisírtem egyet, aztán hazajöttünk. De a várfal törzőre. Ez ilyen kutyafuttató, képzelj el egy ilyen erődőt, a bemész és koncerteket lehet rendezni, hát rohadt nagy. De hogy se egy tábla, se egy felirat, se semmi, és ott állt valahol egy tank. Volt ott? Volt ott. Akkor nem behaloztam. Mert ugye nem, emlékezetlen, csak ők kívülről mentek, amerről egyébként annyira nem lehetett bemenni, nem belülről. De hogy egyébként tökéletesen igaz, csak azt nem vártam már meg, amikor ajánlottam, hogy utána, hogy Balázs, de egyébként alsó hangom másfél óra, még az egészet közben sétáljátok. Ezt már ugye nem hallottam. Nem hallottam meg. Mentünk, a kietlen pusztaságban, a romok között botorkáltunk, és mondom, néha fölvöltöttem, hogy hol az autóm. De azt láttam egyébként, igen. Igen, brutális, hogy oda többször vissza tudsz menni, de annyira hát nagy. Ezért is kell, mert hogy csak a monostori erődnek a, ma, mondom, körülbelül másfél órása a körbe sétálása, és akkor még nem néztél meg mindent. Ez Közép-Európa a legnagyobb erődítményi rendszere volt annak idején, azért hozták létre, hogy 200, még egyszer mondom, 200 ezer embert el lehessen ott helyezni. 200 ezer embert, igen. Na, tehát ez egy brutális komplexum volt. Egy ilyen helyen voltál, 200 ezer ember közül egy lehettél végre.
Ott voltunk, de jó egyébként egyszer látni. Mit nézzük meg, hol a WC? Igen, hol a buli? Na jó, menjünk, együnk vagy ígyunk valamit. Láttátok a Fridit, az a Alekosszal? Láttuk. Én szerettem. Én megnéztem. Azt megnéztem, az túlzás, belenéztem, pont egy nagy lelki boncolgatós fejtegetés részt kaptam el. Vessetek rám, hogy vannak emberek, hogy annyira nem érdekelnek, hogy így egyszerűen nem vagyok hajlandó. Rettenetesen szórakoztató volt a csáv. Azt látod azt a részt, mikor előadt, hogy mikor kell és mit csinál, és miről szól egy napja? Hát figyelj, imádtam. Megy egy bevásárló központba, ahol a kínainál megreggeli. 11 órakor megriad. És nézi az embereket. Nézi az embereket, eszik egy kínait az érdi tetyóban, utána elmegy lemosatni az autót heti háromszor, és egy kicsit autista, picit beteg a sárc. Elmegy lemosatni, ott is nézi az autókat, vesz két sajtburgert, félreáll, megeszi egy parkolóba, és hazamegy. Érted? Tehát két sajtburgert megvesz, megáll egy parkolóban, és a kocsijában megeszi. Közben nézi az embereket, és így elmondta neki, Fridi, hogy figyelj, mi lusta vagy, nem dolgozol, miért nem dolgozol, miért nem csinálsz már valamit. 3 éve azt várja Alek, hogy legyen valami, amitől ő még visszatér. A nagy ajánlatot. És mondta neki a Fridi, hogy nem lesz. Nincs. Tehát ez ennyi volt, nyertél egy lakást, egy kocsi, de hogy más ezt se nyeri meg. És hogy ő még ebben még van. És mondta Fridi, hogy nincs. Vége. Értsd meg, menj el dolgozni. És mit mondod? Mert a Berki Krisztián is most a tévében van. Igen. Mondja Fridi, most ő, azt 3 évvel ezelőtt meg te voltál, Szivi. Csak lejárt. Majd neki is le fog járni. Ez az utolsó műsor, amit most csinálok, amit most veszik, amit most látnak, ez az utolsó műsor. Én szereti való, ilyen kis jó indulatú bolond egyébként, kedvelni való, majd Fridi lefekült, és Alekosz rájött arra, hogy a Fridinek igaza van, szerintem egy 1,5 liter pálinkát ő mögött elszűrcsölgetett, mélyen háfélyáramkó. Mi elkezdett örömbölni a stábnak, hogy engedjék ki a részletbe. Én félyáramkó megmutatták, hogy még minimálmi pálinkát szopogat, hát egy ugrása van attól, hogy masszív alkoholista legyen, ha ennyit iszik valójában, amennyit a műsorban ivott. És aztán rájött, hogy mert ő megfejtette. És a már reggeli megfejtés már nem láttam, akkor már elmentem, és mert nagyon fáradt voltam. Még a napját, ugye ja, mi volt még, igen. Este 3 szomszédok epizódot megnéz. Ja, tényleg! 3 szomszédok epizódot. Jó, mondjuk ebben van, ebben közösek. Jó, de te egyet nézel. Én egyet nézek, amennyit adik. Teleiróniával ő meg nem. Igen, 3-at megnéz, és a 4-dikre alszik el, így tud elaludni, és reggel is megnéz egyet, mert a szomszédokra lehet a legjobban reggelizni. Aztán megy a kínaihoz reggel. Aztán azt mondta, a szomszédokra lehet a legjobban reggelizni, mert ott mindig boltba mennek, vásárolnak, és megjön az étvágy. Sírtam rajta, nagyon nagy volt, nagyon szeretem. Mondjuk azok közé az ex-vévések közé tartozik, akik szerintem azért nem fognak annyira megindulni lejtőn, tehát hogy ő nem az az önpusztító, mert ugye azért ott volt nyertes is, volt műsorvezető is, aki azért, hogy azért nagyon aki megindul. Nagyon iszik. Kemény. Hú, nagyon. Ah, szerintem kemény. Látszott rajta? Nagyon iszik. De látszik is már rajta? Hát az arcán kevésbé, a testén és a testalkatán azért kalóriában azért az meglátszott. Hát a pocak mindig megvolt, meg ahogy ő áll, tudod. Úgy nem áll senki. Úgy nem áll senki, ez kinyomva a kifutóra született. Körbe háttal, kiptolt hassal. Úgy az a baj, hogy tényleg ezt látod, hogy egy ilyen életcél nélküli sehova nem tartozó senki. De szórakoztató volt, hogy a Fridi megfejtette, igen. Veszprém meccs, csak hogy így gyorsan csapogám. Én nem néztem. Egy tapsot azért, gyerekek, hát nagyon azért nagy, az egy nagyon nagy dolog. Nagyon nagy dolog, gyakorlatilag a világ második legjobb kosárlabda csapatának, klubjának lenni. Azért így van, kézilabda. Bocsánat, kézilabda természetesen. Igen. Kéne még 3 Nagy Laci, és így akkor meg vagyunk. Én elolvastam itt reggel, hogy mit írnak, Nagy Laci vitte átán, Nagy Laci dobta az összeset, nem elég egy Nagy Laci, levonva a következtetést, kéne még 3 Nagy Laci. Nem? Úgy kezdett elfogyni, én végignéztem az egész meccset, kezdtünk az elején nagy lendülettel, és az elvehetetlen, hogy BL döntőig eljutottunk, tavaly ugye 4. lett a BL-ben a Veszprém, most meg a 2. lett. Nagyon nagy dolog. Tehát jövőre már megnyeri, ha így folytatjuk, hogyha matematikailag nézed a dolgot, elfogytunk a Barcelona, annyira erős volt nekem, aki... De végignézted? Én megnéztem. Fél órát, fél órát, abszolút. Én úgy érdekelt, hogy mit tudunk csinálni. És én hol adták? Én kerestem, mert Roger Monfils néztem közben, és össze-vissza M1 Duna Sport. Én nem találtam ott, meg Dunán. Ott. Dunán? Igen. Lehet, hogy akkor pont szünet volt, hogy valami Rogert néztem közben. Dunán néztem. És csak mondom, hogy szerdán, ha a papírforma is úgy akarja, Nadal és Djokovic. Most sérüléssel küzd Djoko, csak mondom, tehát ne. Hogy de... Mi a baj? Nem tudom, a baj az egy város, hogy mondtuk már múltkor is, de most ez nem jön, nem tudom, hogy jön ide, csak hallottam. Csak mondom, hogy aki nyeri a Nadal Djokot, az nyeri a Garrost, úgyhogy arra fogadjunk azért. Igen?
Mert hát ez most a gárosz, ami van? Ez a gárosz, igen. Ja, ez a gárosz. Várjál. Mi ez, Feri? Kézilabda, tenisz, már én tudod, hogy egy okos elméleti szinten zárkozol? Nézed a kézilabdát, mi van? Ennyi. Nem, tegnap elkapott a hív, hogy megnézem ezt a meccset, a kézi meccset, és azt nagyon élveztem, ezt meg hallottam valami hírekben, mondta szerintem egy ilyen Ákos-szerű valamelyik nap. Gyoko a múlt héten, hogy valami kis sérüléssel küzd. Nem hallottam ilyen. Nem hallottam. De most be akarsz húzni, hogy fogadjak. Mi? De akkor is fogadok rá, ha sérült. A fél lábát levegek és megveri a Nadált, úgyhogy nyugodtan mehetünk. Az egy nagy meccs az gyerekek, ha összejön. Már ott vannak? Tehát nem, még ma van, még hol, még ma van egy meccsük mindkettőjüknek, azt szerintem mind a kette hozzák, és szerdán találkoznak ők. És aki azt nyeri, az nyeri a gárosz. Tehát ez egy gárosz előrehozott döntő. Ám legyen. Na jó, szóval sportot nézel, hát mi Jani, nem ismerünk rá, nem? Nekem kézilabda, ízé, tenisz. Hát van, aki csinálja, van, aki nézi. Hát valaki az is kell. Hát, nekem tudunk a kézilabdáról beszélni, mert hogy egy kockát nem láttam. Nagyon előre. Komoly, nagyon igen. Komoly. De Federerről annyit hallottam csak a hétvégén, hogy valamelyik meccsén most kiment az Ibrahimovicshoz, és lepacsiztak. És az a Djokovic volt. Vagy Djokovic volt? Igen. Tényleg? Igen. Na, hát akkor ezt sem hallottam. Akkor Federerről nem hallottam semmit. A teniszt az bízzátok rá. Az egy Djokovic volt? Igen? Igen. Ők jobban vannak, jó barátok, a Djokovic meg az Ibrahimovics, igen. Federer nem ment ki. A Djokovic ment ki. A híres szerb bosnyák barátság. Valamik nagyon kedvelik egymást, igen. Igen, igen. A Djokovic ment ki. Mindig meglátja az Ibrahimovicsot, bárhol játszik, kimegy és pacsizik. Állandóan pacsizik. Az nagy dolog már, amikor egy ilyen ember kimegy. És akkor azt mondja, hogy nálam ez így belefér, hogy nem esik le az aranygyűrű kezem. Igen, kiment pacsizni, igen. Igen, igen. Gyoko, nagy barátok. Igen. Rogerhez befutott most valaki a pályán, nem a Garroson, még egyel előtte, és nagyon pipa volt. Fú, azt láttam. De a nézők közül, befutott, igen, magát. És autogramot akart kérni, egy pulóra aláíratott, és Roger mondta a szervezőknek utána, hogy jó, rendben van, nem haragszik, egy nagyon mérges volt. De mondta, hogy mi van, nem ez van nála, igen. Hogy mi van, nem ezt akarja. Láttam rajta, nagyon pipa volt. Nagyon. És ott volt az ütő a kezébe, és nem vert oda. És már többször befutottak hozzá, igen, és oda verhetett volna. De hát tudod, figyelj, ott teniszezett, tehát a koncentrált állapot befut egy ilyen félbolond, hát érted, a Szelest is hasonlóan szúrták hátba. És mondta Roger a szervezőknek, hogy jó, nem baj, csak mi van, ha nem. Mi van, nem ott autogramot jön kérni, igen, hanem mondjuk tollajön, és kiszúrja a szemét. Ilyen mérges volt. Na nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink. Azt mondja, hogy már csak az a talány, hogy miből él a pasi. Ez egy jó kérdés, ezt a Fridi nem kérdezte Alek. Meg. Alek, hogy miből él három éve. Igen. 10 millió forintból, vagy 11-et. Abból, mondjuk abból még egy pár kínai azért benne van. Igen, a nagy költést nem éreztem. De már a napjában, nem ahol elmondta. Hosszú távon mondjuk egy kínaiba reggelizik. Mert a két sajtburger az 600, ugye? A kínainál egy szintén. De lehet, hogy a kupon fizetem. 6-800-ból meg vagy, tehát a nagy költés nincs, az még eltart egy pár évig. Szia Balázs, én egy gyereknapi bohóc vagyok, hétvégén részegen meg. Megvertél, birkoztunk a földön. Most nekem kibaradt a gyereknap, úgyhogy egyébként elhinném, de Viki volt a gyereknapozója, egy kicsit a pénteki buli után úgy pihengéltem egy keveset. Azt mondja, hogy az 51-esen felborult kamion a szigethalmi lehajtónál, és Zoli küldte nekünk, köszönjük szépen, elvitték az ötöst, és nem én. Ez nagy baj, szép napot, Laci. Hát, sokak felismerése volt ez most a hétvégén. Igen, hogy van a kezed, Balázs, meg volt a varracedés? Nem volt az újságban semmi, szép napot nektek be. Hát igen, most már egyébként jobb. Már jobban vagyok, köszönöm. Azt mondja, hogy Wi-Fi. Mi ez a Wi-Fi? Valami játék van, de mi is gondolkozunk erősen az Annával, hogy mit csináljuk, vagy ez valami külsős, és egy picit ezért izgulunk, hogy reméljük, hogy külsős. Hogy külsős? Igen. Na jó van. Oké, aki akar játszani velünk, az írjon nekünk nyugodtan SMS-t, jó? És jelentkezzen játékra. Teljesedünk van? Teljesedünk. Ja. Most van két hét teljesedünk a szabadság előtt. Nem találunk ki valamit. Péntekre. De most ezt letoljuk, ezt a két hetet, mert szabadságunk van utána. A legtöbb ember a nyarat azért úgy éli, hogy egy kicsit pénteket lecsípsz, egy hétfőt lecsípsz, nem? Persze. Meg csomó munkahelyen azt. Meg felrakod ma délután az úgy húzackodat, lehet, hogy akkor ki is ütöd vele a hét hátra levő részét. Mert mindjárt meg akarom mondani, mert mondanák, hogy melyik boltba menjek, mert már akarok verni, már hétfőn is úgy edzettem volna. De most már csak egykezes, nem a jobb. Hát, a csavarok milyen nehezebb. www.húzockodostore.hu. Na, fél hét múlva 2 perce várjuk az SMS-eket, aki játszod velünk írjon, mi pedig jövünk, Ákos hírei után. 10 perc múlva pontosan 7 óra. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Soroksári úton motoros gázoltak, kicsivel a Gubacsi felüljáró előtt, a város felé vezető oldalon Ati küldte nekünk. Köszönjük szépen, ebben a pillanatban jött, aztán az 51-esen Budapest felé baleset, a szigethalmi kereszteződésben Budapest felé lezárva, a terelés Taksonyon át az 510-esen. Balu üzente nekünk, köszönjük szépen.
Azt mondja, jó reggelt, arcoskodunk, gondoljátok, hogy csak ti tudtok győzni, na majd én megmutatom nektek. Kenyeres Zolika írta ezt nekünk. Hát lehet, hogy ő a kiválasztott, nem tudjuk, hogy Anna hogy döntött. Minden esetre megvan a játékos, aki már itt is van. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Szandra, hello! Igen. Szandra, honnan hívtál minket? Györgyből, a Rugógyárból. Milyen gyárból? Rugó. Rugógyárból. Aha. Dugó. Igen, milyen rugókat gyártatok ott? Ezerféle rugó, tehát mindenbe, kocsiba, akkor ágyba, meg mindenféle rugó, azt sem tudom, mik ezek igazából, aha, még nem vagyok képbe. Ja, most kerültél oda, vagy nemrég dolgozol? Hát egy hónapja vagyok itt, de... Friss munkaerő, és neked mi a feladatod? Ilyen rugóknak az erejét kell mérnem. Azt hogy mi, ilyen súlyt tesz rá, és akkor megnézed, hogy mennyire erős, vagy hogy? Nem, ilyen számítógép, ahogy mennyit bír, vagy valami ilyesmi. Jó, úgy derül ki, hogy anyaghibás, gondolom. Igen. Az menő. Igen. Szereted ezt csinálni? Hát nem, de most ez van. Aha, tehát ez ilyen idény jellegű. Hát addig 5 évig dolgoztam vendéglátásban, azt egy kicsit pihentetem. Ha. Meg messzire sodrottál a vendéglátástól, most hát rugókat ellenőrzöl, tehát azért ez egy nagy váltás, igen. Szandra, kivel szeretnél játszani? Ferivel. Szuper! Nyissa Feri helyetet. Jól van. Jó játékos vagy, Szandra? Hát nagyon izgulok. Az nem jó. Szerintem tuti el fogom bukni, de megpróbálom. Ó, ez nem jó. Vigyázzatok, lehet, hogy csak altat. Na, mehetünk, jó? Akkor, jó. Jani. 3, 2, 1, fire! Laprugókat is gyártotok? Laprugót? Hát többnyire. Van akkor az is, ugye? Persze. Szandra, ott voltál most a győri kitelepülésünkön? Dolgoztam. Kérdeztetek én? Persze. Nyomjad. Hogy telt a hétvégéd? Nagyon jó volt, gyereknapoztunk, leköltöztünk Velencére, már jó idő volt. Te mit csináltál? Aludtam. Egész hétvégén? Hát muszáj volt kipihenni. Minden nap itt dolgozok, úgyhogy... 8 kipár. Órát dolgozol, ugye? De ez katasztrófa. A 8 óra az katasztrófa? Igen. Köszi. Pedig milyen ügyesen és jól játszottál. Voltál. Úgy tűnt, hogy kezdesz bemelegedni. Az elején egy picit ilyen rozsdásokban indultál, de utána már tök laza voltál. És most a végre bedorantasz egy igen. Szép volt, Feri. Ne haragudj, Szandra. Azt hittem, beugrasz már az elején a győri kitelepülésnél, mert úgyis nem voltunk Győrben. Azt hittem, hogy azt mondod, hogy nem is voltatok Győrben az ízé. Én is elgondolkoztam, mondom, voltunk Győrben, nem voltunk, csak nem azért, részem, azért dobtam be. Hogy aztán rájöttem, hogy ez beugratós. Igen, de Szandra állta a sarat. Egy darabig. 34 másodpercig. Még lett volna egy kicsi, igen. Szandra, nincs ajándékcsomag, de játszottunk. Köszi a játékot. Én is. Sziasztok. Ciao, puszi, hello. Szia. Hello. Pedig nem játszott rosszul. Azt hittem, hogy kihúzza. Ugye? Persze, de hát igazából 1-0 ez a lényeg. Sajnáljuk, de az a lényeg. Így van, de. Igen. Na. Mi ez a UPC V3? Valami játék, meg még nem fejtettem meg mindig, hogy kell-e valamit csinálnom, de majd szólnak. Túl sok SMS jött ahhoz, hogy ez félrement legyen. Igen. Szombaton gyakoroltam a fonaljárás, de túl sok volt a birka, és nem sikerült. Írja egy hallgató. Domináns tonalitás, ne felejtsétek el, ez a lényeg. Nem kitérni senki kedvéért. Na, jövünk a hírek után, és hát ugye kitört minden idők egyik legnagyobb futballbotránya, ami lázban tartja a foci rajongókat. Bennünket is, bár nem vagyunk futballrajongók, letartóztattak FIFA vezetőket korrupció gyanújával, és az elmúlt 20 évben folytatólagosan elkövetett pénzmosás, zsarolás, csalás, gyerekek, hát mi minden van. Én egyszerűen csodálkozom, hogy egy ekkora szervezet hogy működhet még mindig így, hogy közben ott nem mindenkit letartóztatnak. Hogy működhetett eddig úgy, hogy azt hittük, hogy becsületesek. Igen. És ugye a Sunday Times-nak volt egy feltáró riportsorozata, amiben kijelentették, hogy számos olyan dokumentumhoz jutottak hozzá, bankszámla kimutatásokhoz, átutalási bizonylatokhoz, amely hát bizonyítja a korrupt ügyleteket, gyerekek. Az elmúlt 20 évben. Kérdezem én, ha én 5 vagy 10 évvel ezelőtt fogadtam egy meccsre, azt visszaadják, vagy ők nem meccset szerintem bundáztak, hanem világbajnokságot, Európa-bajnokságot, rendezési jogot, és minden mást. Aha, de mi van, ha nyertél is? Akkor azt meg visszaveszik? Aha, na ez az, hogy ha nyertem, akkor meg azt visszaveszik, ez a kérdés. Igen. És ugye, hát hallani lehet, hogy egyetlen olyan ember van, aki erről az egészről nem tudott, az ki más, mint a Góré. A főnök. A Góré, akit 150 egyszerre újra
újra megválasztották, igen. De már Platinit is behívták, még nem tudják, hogy csak gyanúsított, vagy csak tanúként hallgatják ki, de már állítólag ő is benne van. Úgyhogy felhívunk majd egy sportújságírót, aki nálunk sokkal jobban érte ezt, hogy foglalja már nekünk össze néhány mondatban ezt, hogy tényleg mi is történt itt az elmúlt 20 évben, hogy kell ezt elképzelni. És ekkora szervezet hogy működhet még mindig, miközben itt mindenki baromi korrupt, és dollármilliókat csalnak el, utalnak át, bundáznak meg meccseket, és adnak oda rendezési jogokat úgy, hogy a többi országnak semmi esélye, hiszen ott is korrumpálhatóak voltak. Sányszor hallottuk, hogy csak a sport tisztasága, van, gyerekek, persze. Csak a foci. Csak a foci. Ja. És természetesen be vagyunk tárazva a zseniálisabbnál zseniálisabb kérdésekből, de azért nyugodtan kérdezzetek ti is. 0-70-645-00-00. Ugye ezért nem fogjuk kihúzni a beszélgetést? Azt mondja, olyan újságírót keresünk, aki megnyomunk egy gombot, és végigbeszéli, mint a Szújó. Mi informatív jelleggel leszünk itt, és próbálunk kérdezni, igen. Úgyhogy a FIFA botránnyal folytatjuk, ezzel foglalkozunk majd. Ákos, ide jutám. 7 óra múlt, pontosan 9 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Június van, gyerekek, nem sok akára rövidülnek a nappalok is. Mindjárt itt a tél. Mindjárt itt a tél, mindjárt itt a hideg, és 20 nap, 22 nap is rövidülnek. Rövidülnek a nappalok, úgyhogy hát gyerekek sajnos lassan még anyának fel kell erre készülni. Ma még jó idő a hét, de még jó idő, de most már jön a tél. Jön az ősz, úgyhogy erre készüljön mindenki. Így van. Nem, jó idő lesz egész héten, jó idő lesz. Csak szörnyű, hogy rövidülnek a nappalok nem sokára, abból rossz belegondolni. Nem? Hát nem képes elengedni. Hát nem tudom elengedni. Június 1, a nyár első napja. De valahogy mégis mindig erre gondolok, hogy rövidülnek a nappalok. 22 nap múlva. Igazság, hogy milyen van kitalálva. Tehát még nincs igazán nyár, de már érzed, hogy hamarabb van sötét. Ja, kicsit nehéz lenne átállítani, ugye, hogy mondjuk július 22-e legyen. Tök jönne július 22-e, már meleg volt, már kánikula volt, már kicsit azt mondta, hogy oké, már nyaraltam, és most már nem baj, a vége van. De még nem nyaraltunk, nem voltunk sehol, és két hét rövidülnek a nappalok, ez azért ebbe belegondolsz, ez engem kirázza ideg. Van a szép kártyám. Igen. Jaj. Igen, hát azt el kellett költeni, nem? Vagy nem kellett elkölteni? 2013-as rátöltés járt most le. Ja, az akkor vigyázzál, nehogy aztán. Az most már benragadt, az tegnap volt az utolsó nap. Nekem hány ilyen nem volt. Tudom, gyűjtögettem, nem csak ez mindenféle akcióban. Mindenben ragad, gyűjtögettem, aztán amikor megnéztem az apró betűs részt, hogy... Honnan van neked szép kártya? Dehogy van. Azért most csodálkoztam 2013-ban. Na nézzük az SMS-eket, azt mondja, hogy edzőbá, tegnap olyan szetteket nyomtam, hogy Federer is megirigyelte volna. Ez Dávid küldte nekünk, köszi Dávid. M3-as bevezető már a nullás felhajtótól áll, ez Attila üzeni nekünk. Aztán Trafi 44-esen kardos belterületén egy Fábiából, Barna üzeni nekünk, Fehérvár Hegyesfalom Trafi és balesetmentes. Aztán M3-as 203-as kilométernél Trafi Budapest felé, ez Dávid küldte nekünk, köszönjük szépen. És az M3-as Ticavasvári kiáratánál Budapest irányába mérik a sebességet. Alvó rendőröket, gumifákat mindenkinek, V6 Feri küldte nekünk, köszönjük szépen. Szia Balázs, van valami tipped a mai teniszmeccsekre? Kérdezi valaki. Fogadsz, mondjam, hogy kire tegyél? Játszol még? Igen, csak finoman, óvatosan, mert mostanában nem annyira jön ki a lépés, hogy enyhén. Akkor mondom neked. Fogalmazzak. Ezt én fölírnám, hogy holnap ezt megtudjuk. Na holnap meg tudjuk nézni, tessék. Andy Murray, Jeremy Chardy. Chardy egyébként, ott tegyél a Murray-re. Murajc CH, várjál, nincs róla. Murray-re tegyem? Igen, Jack Sock, Rafael Nadal az Nadal, Novák Djokovic, Richard Gasquet az Djoko. Ott érik egy Nadal Djoko. És aki azt behúzza, szerintem az nyeri a Garrost. Hát a Monfils Federer, na az egy nehéz dolog, mert az tegnap félbe szakadt, és az ma folytatódik. De szerintem most Szélcsen lesz, én most ott Rogert megtenném. Szerintem most behúzza a Monfils ellen. Mi van? Mi az, hogy ha szélcsend lesz, akkor be? Tegnap nagyon nagy szél volt, és félbe szakadt a meccs, de nem a szél miatt, hanem mert megbeszélték, hogy már úgyse tudjuk lejátszani, mert hogy besötétedik, játszunk inkább holnap. Pacsisztak és abbajták, és ma van a Monfils Federernek a folytatása, én ott Rogerre tennék inkább. Nyilván Roger ellen nem teszek. Szállalmas pályán nincs két lámpa. A Garroson nincs. A Garroson nincs. Ha besötétedik, akkor vége. Ha besötétedik, akkor vége. A Garroson az egy ilyen hagyomány, hogy ott nincs, így nincs világítás. Van, ahol van világítás, aha, és este játszanak, a Garroson nincs világítás. Ez a hagyomány, hogy nem kapcsolunk lámpát. Nem kapcsolunk lámpát, igen, a Wimbledonban sincsen világítás. Új kigyorsul is hagyomány, nem? Hát de nálunk van, ez a viharlámpa. Nagy világításos foci meccsek? Vannak? Miért lennének? Ja, hát a szombat, vasárnap délelőtt van a foci meccs. Meg a Bogrács alól oda világítom. A Szent János bogarak jönnek, világítanak. Na, fölírtad? Föl, megvan. Na, egy, kettő, egy, kettő.
Murray, Nadal, Djokovic, Federer. Na, a Csillics, Ferrert azt nem tudom megmondani, tehát azt salakon a Ferrert inkább behúznám. Most a Nadalt nem tudom, de az összes többi biztos, hogy top teres. Nagyon sokat fogsz vele kaszálni feljel. Előre mondom, ha bejönnek. Nem én neked, de azért írtam, hogy holnap vissza tudjunk kérdezni. Ha én lennék a lottomilliárdos, tudnék rá annyit tenni, hogy már megérje. Még a Ferrert, Csillics, a Ferrert megteheted. Ferrer. Akarod. Igen, mondom ezt a hallgatónak is, aki, aki kér tanácsot. Ferrer, Csillics, tedd meg a Ferrert. Én jó, nem azt hiszem, salakon, tessék? Én csak elméleti játékosok, én nem. Én csak neked fejben adom megteszed, a pénzed. Fejben megteszed. Pénzem. Addig, amíg elméleti vagy. Addig. Addig van önbizalom. Addig van önbizalom, és addig marad a lóvé. Addig marad a lóvé. Gyerekek, valaki most úgy ébred, vagy úgy alszik, vagy úgy fekszik, hogy van 5 milliárd forintja. Hát, ha csak most nézi meg. Vagy lehet, hogy öthetesen játszik, és akkor még nem is nézte meg. Tudja vajon már ő, hogy ő az? Vagy nem tudja? Vagy elolvasta a hírekről, hogy elvitték, és ránézett, és azt mondta, hogy úristen, én vagyok. Vagy azt mondta, hogy anya, miért? Jelen pillanatban lehet, hogy hallgat. Lehet, hogy nem hallgat. Lehet, hogy már bemegy ma egy Ferrari szalomba, és vesz magának egy autót. Hát még nem. Vagy vesz egy új Renault Megant. Mert azt mondja, hogy ugyanolyan maradok, mint régen? Hát, vagy kimegy az autópiac, és vesz magának egy felturbózott Dacia Logan. Vagy vesz egy Dacia Logan, vagy egy Dustert, vagy egy Lada Nivát, vagy egy Maseratit, vagy egy Bugatti Veyron. Mit vesz magának? Ebben mit csinál? A sorrendben. Mind gondolkodik? Melyik a kakuktól? Igen. Fiat Multipla Dacia Logan, Bugatti Veyron. Tehát, hogy mit vesz magának? 5 milliárd forint, gyerekek. Óriási. Atya óriási. Hát ugye mondták, hogy befektetők, hogy ha ügyesen forgatja pénzt, de ne, legyen ügyetlen. De tényleg, legyen nagyon béna. Mi van, ha ügyes, akkor 20-30 millió havonta. Ha ügyetlen, csak 10-15. Kérdezek mást. Mi van, ha tudja, hogy ez az ő számai, de nincs meg a szelvénye? Akkor nagyon mérges. Mi van, ha mindenki azt hiszi, hogy elvitték az ötöst, és van egy ember, aki mérges, és azt mondja, hogy higgyétek el, ez az én szelvényem volt, és nem fog jelentkezni senki. Az milyen? Hogy tudom, hogy 18, 54, 56, 90, 83, vagy mit tudom én, valami ilyesmi, egyébként tök jó számok. De nem találja azt a rohadmányos szelvényt, és úgy övé az 5 milliárd, hogy nem tudja, hol a szelvény. Na? Anya, a kantáros kék pantalomat, hát hova tette? Ki mostan? Ki forgatod a zsebeit, ugye? Ki szettében? Ne? Hogy a rohadt lényeg? Tehát most képzelj el egy ilyen szituációt. Az nagyon kemény lehet. Mi van, ha én telefonon játszom? Mert hogy vannak már applikációk. Uh-huh. És a hétvégén elhagyom a telefonomat, és valaki megtalálja, és benne van a nyertes szelvény. Ővi az 5 milliárd? Hát nem kell a telefont azonosítani. Számhoz kötődik? Persze, tehát nem. Na jó, de hát a szám is nálad van, nem? Na, de most a szám gyors. Is nálam. De nem, ebben az esetben nem a telefonod a szelvény, az igazoló szelvény. Csoda, tehát föladott telefonon, igen? Azon van egy SMS. Igen. Én most a Balázs telefonját ellopom, mert ő föladta. Akkor ezen van az igazoló szelvény. Jó napot kívánok, itt vagyok. Szerintem a szolgáltató az is segít ebben az esetben. Igen, megnézik? Megnézik, hogy igazolnom kell, hogy enyém az előfizetés? És én a haverom telefonjáról adtam föl. Na tessék, és a haverod megy be vagy vele. Vagy céges telefon. És az árpi azt mondja, hogy Balázs, nekünk most pont jól jön. Kell az az 5 milliárd, Így van. Jaj, gyerekek, hát azért idén nincs semmilyen. És mi van, ha nincs nyertes? Csak azt mondják, hogy van. Aha. Azért. Aha. Egy ilyen verziót is lefutathatunk. Halmozódott valaki, elvitte van ötös. Sütj! Vissza, és nincs semmi. Sose tudjuk akkor meg egyébként. Akkor nem lennék a helyükbe év végén, amikor a könyvelésnél előjön, hogy van 5 milliárd plusz. Hát az a bónusz. Azt a dolgozók között szétdobják. De nyilván ez csak egy feltételezés, csak hát azért honnan tudjuk, hogy tényleg van-e ötöse valakinek? Honnan tudjuk, hogy most ott ezt valaki megnyert? Volt ötös. Hát a büdös életben nem tudod meg, hogy tényleg volt-e. És miért lelépnek a pénzzel? Vagy mi lesz, tudom, hogy visszaforgatják? Vagy mit a állambácsi szóval azt mondja, hogy gyerekek, elfér, nem tudom. Hát az elfér. Az itt, az ott, és hát. Akkor Gyuri bácsi azt mondja, na akkor azt ide vele, és akkor mit tudom. Nem, hát ezt benne se tudja. Hát simán előfordul. Sose tudod meg. Igen, jó rendszer az, ahol a Magyarországon nem biztos, hogy működne, de ahol a nyertesnek azt kell mondani, hogy én vagyok. Az tökre megadja a hitelességét, hogy áll neki a rossz sebire, én vagyok, és már egy ípuskával fejbe lőnének, már piros pontok lennének a fejed, már lenyomoznák, hol laksz, már aznap este ukránok állnának a házad előtt, és zsarolnának. De ez valahogy mégis jó, hogy az amerikaiak is kirakják, és azt nyertem 2 millió dollárt, itt vagyok, én vagyok, az én nyertem. Nem? Na most mert látod, hogy kivitte el az 5 milliárdot. El akarom az 5 milliárdot tüntetni, azért 100 millióért csak találok valakit, aki oda föláll, nem, hogy én vagyok. Na ez is igaz. Ugye? Tehát ezt is meg lehet. Na jó, de ott az már tudja az illető, aki föláll, hogy hazudik, te tudod, tehát ott már nagyon sok emberen kell átmennie, hogy ez hazugság volt.
És így szerinted a szervezeten belül egy ember tudja, mondjuk, meg Gyuri bácsi? Vagy hát nem. Hát tudja a privát bankár, tudja a bankos, egyszer csak érkezik az OTP számlára 5 milliárd, azt ott valaki látja, valaki kezeli, ezt nem egy ember tudja, ezt nagyon sokan most tudják. Ez a banktitok egyébként, ez persze, ez egy nagyon komoly dolog, meg ilyesmi, de nehogy azt mondjad már nekem, hogy azok, akik foglalkoznak a számláddal, és mondjuk tényleg mondjuk ilyen privát bankos szolgáltatás, vagy akár valami hasonló, az nem mondja el egy buliban a hétvégén, amikor megjön az SMS, hogy megérkezett az 5 milliárd, azért az azért az mondtam, hogy jaj, gyerekeket, és a dobják igen, a hát dobják be. Igen. Mondtam, jaj, gyerekeket, de nem úgy van, hogyha nem halljátok, akkor nem kell dobni. Jaj, nem változtassunk már a szabályokon. Az, hogy mószerolnak engem, az rendben van. Dobjad csak, ha így meg lesz nekünk is az 5 milliárd előbb. Egy százasra úgy is lógtam, úgyhogy akkor tegyél be még egyet. Jó, 200. Na, gyerekek, FIFA botrány, ezzel foglalkozunk, tök hülyék vagyunk a focihoz. Ezt előre mondjuk, bár ezt egyébként rólunk mindenki tudja, hogy a magyar focihoz nem kell okosnak lenni, a külföldi focit meg annyira nem nézzük, drukkolunk itt klub szinten ennek, annak, de egyébként nem nagyon értünk a futballhoz, mindenki más érdeklődés. De vannak témák, amiket azért csinálunk meg, hogy tanuljunk. Ez egy kicsit olyan, mint hogy egy magántanárt fizetnék. Igen. És valóban éve mennyire profi ez a műsorszerkesztés, mert hogy viszont rajtunk kívül nagyon sok mindenki érdeklődik a futball iránt, és mi nem csak ahhoz nyúlunk, amihez mi értünk, hanem ahhoz is, amit a hallgatóink szeretnének, és ami őket érdekli. Ugye nagy FIFA botrány van, letartóztatták a vezetőket korrupció gyanújával, az öreg megint megúszta, megint újra választották, ő persze nem tud semmiről, közben már állítok Platinit is be akarják hívni, hogy gyanúsítottként kihallgassák. És hát nagyon csúnya dolgokat csináltak ezek a fiúk, mert hogy zsaroltak, csaltak, közvetítési jogokat adtak át, bankszámla kimutatásokon bebizonyították, hogy hát korrupt ügyleteket bonyolítottak, szóval gyerekek, mindenki sáros. Mindenki sáros. Csak kérdezem én. Hogy lehet a pénzt megszerezni egy ilyenben? Tehát fogadási csaláson? Ne eladsz ilyen? Közvetítési jogokat. Azt hittem, hogy oda rendezési jogokat. Lőjél már 2 gólt, és akkor mi nyerünk, vagy engedjél be egyet. Például a kedves ismerőseid, akik mondjuk foglalkoznak reklámidő értékesítéssel, kapják meg a tendert, abba az irányba terelgetett. Mit tudom én, van 10-1 néhány különböző ilyen profilú cég, akik azzal foglalkoznak, hogy a reklámidőket értékesítsék mondjuk egy bajnokok ligája döntőre, és valahogy nem abból a 15-ből csak mondjuk 10. Igen. Szóval itt nem csak a meccseket bundázták meg, hanem nagyobb reklámköltéseket, közvetítési jogokat, rendezési jogokat, mindent eladtak, és hát ebből csúnyán meggazdagodtak. Figyeljetek, hogyha mondjuk, az nekünk lehet, hogy jó, nem tudom, most meg kéne nézni a világranglistát, de hogyha mondjuk azt mondják, hogy 20 éven keresztül ez ment, és mondjuk mindenféle világversenyre, Európa-bajnokságnál, világbajnokság, stb., akkor az lesz, hogy akkor a 20 évvel ezelőtti eredményekre állunk vissza. Tehát megnézzük, hogy 20 évvel ezelőtt hol állt a magyar válogatott, az összes igen, mint 80. Mexikóba szálltunk el, gyerekek. Ott ért véget a magyar futball. Tehát oda még úgy mentünk ki, mint a kiesélyesek. Az, hogy 86, az 2006-ig vagyunk csak jók, a 20 évet nézzük. Ugye, tehát az 96-ig jó. Tehát nekünk minimum 30 évet kéne nézni. És hogy nem kaszálták még el az öreget? Mit tud ez a pali, hogy ezt nem kasszálják el, meg újra választják? Hát most volt a nagy újraválasztás. Mindenki korrupcióról beszél, meg nem tudom miről, és közben az öreget újra megválasztják. Értitek ezt? Igen, ő azt mondta, hogy ugye nem figyelhetek mindenkit. Ja, nem lehet mindenen ott a szemem. Értsék már meg! Gyógyszert szedek. Örülök, hogy élek, lassan 80. Na jó, csak azért én kérdezem azok nevében, akik mondjuk tényleg becsületesen tipmixelnek, vagy fogadást játszanak, hogy én megjátszom egy meccset. Kiderül arról 4 évvel ezelőtt, bunda volt, akkor miért nem adják vissza legalább a szelvényárát, miért nem adnak nekem is valami pénzt? Hát hány ember játszik úgy egyébként, hogy közben ezek a rohadékok megbundáznak különböző meccseket, nem? Én meg veszem a nyomorúságos kis tipmixemet, azt csodálkozom, hogy Trinidad Tobago megint kikapott, érted? Közben el van adva az a rohadt meccs, érted? És közben nem tudom, Uganda meg behúzza. Hát ez adják vissza. Pedig Trinidad Tobago nagyon jó. Hát pedig Trinidad Tobago egyébként nagyon jön. Nagyon jön föl. Nem, állítólag az van, hogy ez a pacák okosan betámogatta Afrikát, meg Európát. És onnan kapja a voksokat. Onnan kapja a voksokat. Aha. Tehát Észak-Dél-Amerikában nem nagyon kedvelik, de Európában, meg Afrikában igen, és onnan sok voksot kapott, és így tudták az öreget megválasztani. Jó, elvileg, azt értjük, hogy most ő megint elnök lett, de hogy nem buktázott bele? Tehát
a mostani botrányba. Hát, gyakorlatilag nincs ellene bizonyíték. Hát nyilván azért az ő neve is szóba kerül meg, arra felé is elkezdenek vizsgálódni, de hát nincs ellene. Ügyes. Mindenki. Hát igen, azért gondolom, nem a Blatter megy egy aktatáskával tudott találkozni, nem, szállod a hajába. Kicsit feltűnő volt, hogy augusztusban is égett a kandalló. Igen, Blatter bácsi megérkezett. Igen, egy monakói szállodába is átvett $1 millió cash, mert hogy nem tudom, ügyesebben csinálják ezt. Persze, nyilván profik. Mit akartál mondani? Hogy biztos vagyok benne, hogy tehát te elnök vagy valahol, és alattad lévő 8 ember megbukik. Igen? Azt nekem senki nem mondja, hogy ő nem tudott róla. De hogy nem tudott? Hát de akkor... De hogy nem tudod, csak nincs. De mi, tehát ugye nem az a lényeg, hogy tudod, hogy bűnös, hanem hogy tudod-e bizonyítani. És ugye innentől kezdve annak a hatóság, hogy az öreg azért úgy mozgatta a szálakat, hogy ő sosem vett át. Semmit nem volt hangfelvétel, tehát hogy őt közben kapta egy zürichi bankszámlára a pénzt, azt nyilván nehezebb bizonyítani, de ő soha nem volt benne. Igazából viszont 6 fejes már letartóztatta. Jó, hát náluk is van olyan sportszövetség, ahol fogalma nem volt az alelnöknek arról, hogy az elnök mondjuk visszafizette egy kicsit, amit tudom én, a deviza hitelét ebből. Felvet, és egyébként sértő. Igen. Deák Zsigmond sportújságíró segít nekünk, mert hát a gyerekek, 3 olyan ember ül a mikrofon mögött, aki tök hülye a focihoz. De mi ezt nyilván vállaljuk. Passzol. Zsigmond, halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggel! De már mindent elmondhatok, miért mondjátok, hogy hülyék vagytok a focihoz? Nem, hát, hallottam, hogy minden okosságot elmondhatok. Ez nekünk ide le volt írva, mert vannak ennek a műsornak kiváló szerkesztői, hogy itt 3 teljesen dilettáns ember ül a mikrofon mögött, legalábbis futball szempontjából. Meg ugye a fociban nem vagyunk otthon, de a vesztegetésben igen. Akkor szakmailag mégiscsak ott vagytok. Annyit pontosítanék, hogy hogy Európa szavazatai nem voltak ugye a Blatteré, hanem Amerika, Afrika, Ázsia, tehát magyarul úgymond a fejlődött térség. Tehát amikor 98-ban elnök lett, ugye előtte 17 évig főtitkárja volt a FIFA-nak, tehát ott azért minden betanult, mondhatjuk ezt. Tehát most, hogy azt a futball szakmailag vagy a korrupcióilag, az mindegy, de a lényeg az, hogy mindent megtudott, és utána most ugye 17 éve gyakorlatilag már elnök, és még egy ciklus legalább benne van. Szóval ő, amit a FIFA-ról tudni kell, és a működési mechanizmusról, azt ő megtanulta. Ez egyik. Nyilván, amit mondtatok, az aktatáska. Tehát aktatáskával nem jár, de egy igazi büfészínész, tehát szenzációsan csinálja. Én is fogtam már vele kezet, csak azért, mert úgy jött be egy sajtótájékoztatóra itt Magyarországon, hogy akik a szélén ültek a soroknak, azokkal iszonyatos mosolyal, mint hogyha 146-szor találkoztunk volna, és a legjobb barátok lennénk, lejattolt. És akkor mindenki azt mondta, a Blatter, én is. Hát érted, hát azért mégiscsak a Blatterre kezet fogtam, tényleg úgy nézett rám, mint a bármikor találkoztunk volna, nem találkoztunk. De mégis, tehát van egy ilyen habitusa, tudja, hogy mi, hogy merre, hát persze, hát nyilván én nekem nincsen szavazati jogom a FIFA-ba, de azért tudja, hogy egy-egy készfogás, egy-egy gesztus az nagyon sokat számít. De láttál egy kis csalódottságot az arcán, hogy nem nyomtál a kezébe egy 5 eurós? Igen, mondta, hogy ez a csávóval még majd egy kicsit ezt puhítani kell, mert ez még nem az igazi. Ez nem az igazi. Bocsánat, csak hogy azt akarom kérdezni, az Ákos mesélte sztorit, hogy az volt, a Blatter mondta, hogy nincsenek benne a felsővezetők, meg senki, erre 3 nap múlva valaki valahol Közép-Amerikába besélt át egy rendőrségre, és mint felsővezető föladta magát. Ez a Jack Warner, igen. Aki 30 éve, ahogy saját elmondása szerint is, tehát ebből a szempontból korrekt, tehát azt mondja, hogy 30 éve benne van, hogyha én 30 éve lopok, mondja ő, de hát akkor nem tudja, aki fölöttem van, hogy én lopok, tehát ebben igaza van, tehát nem tagadta, hogy lop 30 éve, szenzációs, de mondta, hogy hát nyilván a Blatternak tudnia kell, és ha tudott róla, akkor ugye szoktuk mondani, hogyha tud róla, de nem szól, illetve ha meg nem tud róla, akkor meg azért alkalmatlan. Én meg szerintem pont ezért nem mondom, hogy alkalmatlan, de minden esetre ugye itt arról van szó, amit pedzegettünk is, hogy amíg nincs rá bizonyíték, hogy ő is benne van nyakig, illetve konkrét bizonyíték, addig ugye mondogatta ilyeneket, hogy ő ártatlan. Én azt mondom, hogy ebben a szituációban, ami most van, az egyik módszer, hogy őt megbuktassák, hiszen belülről ugye nem bukik meg a jelek szerint, ugye, mert a 200 nem tudom hány szavazatból ugye majdnem 2/3 az ővé menetből, hogy egyszerűen rá kell majd vallani a vádalkú keretében, ugye ezt az amerikai hatóságok ezt egészen pontosan tudják, más területen is tökéletesen alkalmazzák, de hogyha sportot mondunk, akkor Lance Armstrong esete tökéletes rá, ugye a szenzációs kerékpáros, aki ugye ártatlanul hererákból felépülve ugye végigvert a világot, Tour de France minden, de egyébként meg működtetett egy doping rendszert. Egy elég komoly rendszert, igen. Amit pályafutása során ugye nem tudták elkapni, de aztán szépen addig, mint a póka hálóját szövi, beszőtte őt az Amerikai Olimpiai Bizottság,
az egyéb ügyészségekbe be kell karöltve, és például így, hogy a visszavonult társak ellene vallottak, igen. Azt tudjuk, hogy mennyi pénzt csaltak el körülbelül itt a FIFA botrányban, tehát hogy mekkora összegről beszélünk, ezeket ők elrakták maguknak, átutalták, ebből ők gazdagon éltek az elmúlt 20 évben, és senki nem vette észre? Mekkora összeg ez körülbelül? Én nem, ezen gondolkodtam nagyságrendileg, hogy ugyanis azt mondta az igazságügyi miniszter asszony, amerikai igazságügyi miniszter asszony, hogy túl mohók voltak ezek a sportvezetők. Tehát ugye itt értelemszerűen a túlon van a hangsúly. Tehát mohónak lenni lehet, csak ezek túl mohók voltak. Tehát, hogy ez most 10 millió dolláros, vagy 100 millió dolláros nagyságrend, szerintem igen. Tehát körülbelül ennyi. Tehát nyilván nem feltétlen fejenként, de összességében mindenképpen. Mindenképpen. Ezek mondjuk, tehát gyakorlatilag intézményesült ez a módszer, gondolom, és mondjuk 20-25 éve tartott ezeknél az embereknél, akiket letartóztattak, tehát ez a túlmohóság, hogy úgy mondjam, ez vezetett eredményhez. Az ő bukásukhoz, így van. Konkrétan így működtették, így tehát azért mondta, hogy intézményesült. Tehát itt nem az volt, hogy egy-egy eseti dolog, hogy akkor most gyere, ezt adjál egy picit, és akkor ez lesz, hanem gyakorlatilag így működhetett csak. Ha fennmaradna ez a rendszer, ami most ugye van, akkor például a magyar labdarúgó válogatottat mennyiért tudnánk bevásárolni, hogy kijusson a VB-re? Nincs az a pénz, mondanám. Nincs az a pénz. Becsületesen, ha élennék a döntéshozó, de nem csak ezért mondom. Egyrészt ugye Európa ugye nem a Lieblingje, tehát most a világbajnokságról beszélünk, ugye? Igen. Mert ugye a FIFA a világbajnokságot rendezi, az UEFA ugye az Európa bajnokságot, tehát most mi, hogy úgy mondjam, Európa része vagyunk abból a szempontból, hogy ugye a Blatter ellen szavazott Európának a nagy része, hozzáteszem, hogy 2-3 ország nem, tehát azért meg lehet törni az egységet, így. Tehát ha jól tudom, ugye az oroszok azok nem, tehát az oroszok azok nem szavaztak, ugye a Blatterre voltak, hiszen hát a 2018-as VB-t ugye megkapták, tehát ők értelemszerűen, meg azért a világpolitikát sem hagyjuk ki a számításból. Állítólag a spanyolok is a Blatterrel vannak, nem tudom miért, valószínűleg személyes okok miatt. Mindegy, illetve a franciák nagyon érdekes. Tehát ugye Platini, ugye az UEFA elnöke francia, most ehhez képest állítólag a franciák is Blatterre voltak, mégpedig azért, mert ők a 2026-os VB-re aspirálnának, ami esélyes esetleg Európában legyen, csátok az angolok, franciák aspirálnának. Ugye az angolok ugye az esküt ellenség, hiszen ők az előző, tehát ők az angolok, illetve az amerikaiak voltak, akik 2018-ban, illetve 22-ben a választáson ugye kikaptak kvázi Oroszországtól, Katartól, úgyhogy ők voltak az esélyesek. Magyarul a franciák arra aspirálnak, hogy az angolok, akik ugye feketeségűek, ugye mi pedig nem vagyunk azok, akkor legyünk, akkor mi leszünk a rádióban. Tehát már a Katari VB-n is kiderült, hogy ott is valami nagyon nagy simli volt, és aztán még nem ember. 4,4 millió dollár ment. Ott is ki, és azt sem mondták, hogy jó, akkor Katartól elveszünk. Tehát azt mondták, hogy simli volt, de rendezzék meg nyugodtan. Hát azért ez hogy megy? Azért van ez így, mert például a Platini is hatalmas Katar fan volt, tehát támogató volt. Tegyük hozzá, az UEFA elnöke Katar mellett volt. Tehát nagyon érdekesek az összefonódások. A katari stadionokat német és francia cégek építik, és az egész infrastruktúra. Hoppá. Tehát ez nem úgy van, hogy fekete-fehér, Blatter a fekete, mindenki más fehér, vagy a fehérek, Európában fehérek, messze nem így, hanem iszonyatos összefonódások vannak a háttérben, tehát nehogy azt higgyük, hogy itt úgy megy, hogy akkor van a gonosz öreg Manó, itt ott van a gonosz öreg Manó. Az ott is, ott is lesz, amíg meg nem hallom, hogy látom. A magasabb Manók is ott vannak, tehát akik szintén valamilyen szinten benne vannak, de ha belegondolunk a 2012-es Európa-bajnokságnak az odaítélésébe, ami megint UEFA, ugye, és ott is ugye 12-0, ha jól emlék, nyert ugye Lengyelország, Ukrajna, hát abban sem vagyok biztos, hogy ott a végrehajtó bizottsági tagoknak. Hát igen, csak hiányoznak ugye a direkt bizonyítékok, mert ugye egy Katari VB-nél esetleg közvetlen vagy közvetett bizonyítéknak mondhatod az a 30 darab teve, ami ott legelszebb Blatternek a hátsó kertjén. Pontosan így van, hogy így van, tehát ez a lényeg. Tehát gyakorlatilag pontosan tudjuk, hogy mint a korrupció, de egyébként más bűncselekmény is, hát egyszerűen bizonyíték kell. Tehát ezeket meg kell szerezni, aki már túlmohó volt, az ellen lehet bizonyíték, meg is szerzik, és azt mondom, hogy innen kell göngyölíteni. Még egyszer mondom, Blatter szerintem úgy lehet megmutatni az egyik, amit mondtam, hogy rávallanak azok, akiket most elkaptak. A másik pedig, ami szerintem nagyon fontos, hogy a világszintű FIFA szponzorok, iszonyatos világcégek azt mondják, hogy köszönöm, akkor nem adunk pénzt. Vagy bojkottálnak bizonyos rendezvényeket, ja, vagy azt nem indulnak el. Nagyon jó, az a harmadik. Na látod azért, hogy villanok? Mondod, hogy 8-ason azért megérkezem mögéd. Mondom, és ti meg mondjátok a lényeget. Tehát így van, tehát én azt mondom, hogyha hirtelen Európa azt mondja, de mondjuk nem egységes, de ha véletlenül az lesz, és azt mondja, hogy nem megyünk el a 2008-as
VB-re, a 2018-as VB-re, hanem csinálunk helyett egy alternatív EB-t. Ugye én azt mondom, hogy, hogy akkor az EB-nek sokkal nagyobb lesz. Most is az UEFA-nak nagyobb a bevétele, mint a FIFA-nak. Tehát a bajnokok ligájával, Európa bajnoksággal, egyebekkel egy komolyabb cég, hogy így mondjam, mint a FIFA. FIFA is egy kis cég, de a pénzügyileg az UEFA az valamivel magasabban áll. Na most, hogyha csinálnak egy EB-t 2018-ban nagy európai csapatokkal, akkor a VB-re senki nem lesz kíváncsi. De ez irrealitás, tehát ez nyilván nem lesz így, de nem tudják megcsinálni. Én ezen gondolkodnék. Tehát itt most azért eszkalálódik a helyzet, nem zárnám ki, inkább így mondom. Tehát inkább befenyegetéssel, jelleggel. De csodálkoznál rajta, hogyha mondjuk egy-két év múlva azt látnák, hogy egy lezajlana egy olyan per, ahol mint a régi nagy mafia perekben betolnák Sepp Blattert egy ilyen oxigén maszkkal, mert én csak egy beteg ember vagyok, nem tudtam semmi. És akkor felmentik, feláll hirtelen, leszedi az oxigén maszkot a fejére, és beszáll a Bentley-jébe. Igen, nagyon érdekes ez. Elképzelhető, de hát tudjuk, hogy a legnagyobb mafiózókat is ugye sima adócsalásért kapják el annak idején, ugye. Tehát nem a tömeggyilkosságokért, de végül is valamiért elkapják, már az is valami. De Blatter nagyon jól tartja magát. Én így fogom tartani magam 80 évesen, azt mondom, hogy félzi, minden nap csilingelne valamelyik országtól egy kicsi átutalás a bankszámládra azért érte. Az egészség szempontjából. Ha jól tudom, az előző elnök Avalanche még él, 99 éves az előző FIFA elnök. Hát lehet, hogy ő is emiatt. Valahol egy rohadt nagy szivarral koktélozik, gondolom, hogy Bora-Borán tudod, és élvezi a nyugdíjas éveket. Zsigmond, köszi, hogy helyre tetted ezt nekünk, mert nagy volt a káosz, de segítettél. Köszönjük szépen, ha van még valami, hívunk. Jó? Köszönjük szépen, Deák Zsigmond, a sportújságíróval beszélgettünk, köszönjük szépen. Milyen érdekes, hogy azért az összes nagy sportvezető benne van valamilyen mutyiban, nem? Tehát a Bernie is vesztegetési botrány Németországban, a Blatterék is, tehát semmelyik sport igazából nem tiszta. És semmi nem elég nekik, igen. 8:04, ha valaki játszana velünk, Óven bácsit írjon SMS, mi pedig jövünk Ákos hírei után. 3:48 lesz pontosan, 1 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Írja nekünk egy hallgató, hogy ez az ember, akivel beszéltünk, egyébként Deák Zsigmond volt sportújságíró, a futball Szújó Zolia. De egyébként tényleg, tehát, hogy megállíthatatlan volt, lelőhetetlen és elfolythatatlan. Ömlött belőle az jó érzékel választjuk ki a riportalanyainkat. Igen, egyébként tényleg kiválóan nyilatkozott, igen. Én nem is vagyok, én se korrupt, írja egy hallgató, és kész vagyok bármekkora összeget elfogadni, hogy ez így is maradjon. Laci, küldte nekünk, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy akinek van, annak még több kell. Tudjátok nagyon jól, hogy szól a mondás, minden szennek maga felé hajlik a keze, avagy ne lopj, igen. És itt megállok. Nita küldte nekünk, mert aktívan elkezdett politizálni, és mi azt nem szoktuk. Trafi, Debrecen és Hajdú-Szoboszló között 10-es üzente ezt nekünk, köszönjük szépen. Valamint azt nézem még, hogy Csornár mérik a szív felől érkezőket, ezt István küldte. Csorna. Hát a jó kis csornai trafi gyerekek, az mindig így van, igen. Attila örül a zenének, így van, ez az a Leni album, már két dalt ismerünk a Leni albumról, ez nagyon jó. Még 30 év is ismeri fogjuk, talán a Leni. Tényleg, bár játszogatunk két dalt a lassan egy éve megjelent Leni albumról, de jó, ez a Strát is egy jó dal, és még egyébként vannak jó dalok. Olvastátok, hogy változhat a magyar-szlovák határ? Ezt ott hallottátok? Na, merre felé? Kinek a javára? Ez nagyon fontos lenne tudni. Ezt én hallucináltam, vagy Ákos mondott valamiért, hogy változhat a magyar-szlovák határ? Változhat a magyar-szlovák határ. Ákos! Ú, de jó, hogy saggottad, én már túl vagyunk rajtam, hogy főhet a fejünk, hogy merre tolják? Mit kapunk? Cserélünk. Állítólag cserélünk. Én valami ilyesmit olvastam. Mit kapunk vissza? Milyen arányban? Ezt a szlovák belügyminisztérium találta ki. Most egyelőre ez még egy ilyen tervezett szinten van, mert hogy az Ipolynak a folyás iránya megváltozott. A folyás iránya? Elvesznek vagy hozzá. A folyás iránya, igen. Az nem változott meg, de hogy hogyan folyik és hogyan kanyarog. Én meg már kezdtem örülni Kassának. Már megint kezdtem örülni Kassának. Azt hittem, hogy már mehetsz oda is várat nézni. Határfolyó az Ipoly. Ezért, és akkor amerre ő kicsit átlóg, visszalóg, és akkor adunk, veszünk. De ez érinti a Nógrád szakáriakat? Ismeritek azokat a településeket, amiket egyébként csak a vízállás jelentésekből ismersz, de 30 és hajóvonták találkozásra tilos. Nógrád szakálnak. Többek leszünk, vagy kevesebbek, engem csak ez érdekel. Nem tudni. Nem tudni? Ez nagyon pici cikk alapján született ez a hír, úgyhogy egyelőre ez csak egy tervezet. Mindenesetre érdekes elgondolkozni rajta. Nem tudom, hogy ezt egyébként milyen szabályokhoz kötik. Akkor egyszer csak én ma még magyar vagyok, és holnap átcsatolnak? Hogy van ez tulajdonképpen? Valószínű, hogy ez nem feltétlenül a lakott övezeteket érint. Tehát ez nem úgy van, hogy mondjuk egyszer kitalálják, hogy ma
mondjuk Budapest közepén lesz egy országhatár, és akkor, holnap már máshol. Nem a Duna, az Ipoly. A vízgazdálkodási miniszternek, hogy vettek már el tőlünk eleget, nem adunk többet. Nem? Aha. Tehát bármerre folyik az Ipoly, nem adjuk. Nem adunk. Azt hittem, hogy lesz nyitrai kitelepülésünk, meg körmöci aranyunk. Még a Mississippi is eljöhet idáig. Ja, egyébként abban benne vagyunk, igen. Gyerekek, gyanús, a szlovák belügyminisztérium vetette ezt föl. Gyanús ez. Nézzünk utána. Igen. Na jó, Nákos, köszi. Igen. Óben bácsival, Berú nénivel játszunk. Ha minden igaz, már itt is van a játékosunk. És már is játszunk vele. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakuk vidám szomszédai. Óven bácsi és Berú néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Nézlek, Réka, hello Réka! Sziasztok! Honnan hívtál minket, Réka? Hát most éppen az asztropályán leálltam, 60 körül. Asztropályán? Igen. Merre mész? Budapestre. Honnan jössz? Miskolcról. Miskolc. De pesti vagyok. Uh-huh. Milyen durva már? 18. kerület. Tényleg lenne én asztropálya. 18. hát a szokásos. Milyen lenne én asztropálya? Hova mész? A Szaturnuszra. Honnan jöttél? A Marsról. Tudod, és lehet, 300 év múlva egy rádiomisor az már erről szól. Hova mész? Intergalaktikus utazásra indulok. Megint a Marson voltatok, nem mondják. Igen, igen. Bejátsz dolgozni a Marsra, vagy mi? Igen, a Plutóról jöttem. Milyen jó lenne ez. Mivel foglalkozol, Réka? Hát sales tréner vagyok egy kozmetikai cégnél. Te tukmálod a termékeket, akkor ez mondhatni. Nem, tanítom, hogy csinálják. Aha, tehát a tukmálókat tanítod, hogy hogy kell jól tukmálni a hajbarzsamot és a körömlakot? A tavaly is jó volt, de az idei. Majdnem. De ez ezt jelenti, hogy képzeld a kollégákat, hogy hogy adják el a különböző termékeket? Igen. Aj, és mit árultok? Kozmetikai termékeken. Kozmetikai termékeket. Aha. És ezek az emberek, akiket te kiképzel, ezek házalnak, vagy boltokhoz nem. Mennek? Nem. Nem házalnak, hát eladják a termékeket, de nem a házalás a cél. MLM rendszer? Direkt marketing és MLM keveréke. Ez a gyere szájbe, mérj jó nekem, neked, mérj jobb, házat rajzolok a két gyerekedet, te magamat a ház tetére, és akkor még hozzá ötöt, mert annak még jobb lesz, meg nekem lesz a legjobb, ez az MLM, nem? Hát igen, de nálunk nem ez a cél. Figyeljetek, én azt tudom, saját tapasztalatból mondom, hogy azok a kozmetikai termékek folynak a legnagyobb számban, amik a legkisebb tégeibe vannak, és nincs rajtuk semmi, és azt mondja a kozmetikus, hogy még nincs is forgalomban. Ez 6000. Most csak neked. És csak neked. Mi a menő most? Mi megy a csajoknál nagyon? Réka, hát mi most inkább ezek a nagyon természetes alapú, nagyon biocuccok. Biocucc természetes alapú. De tényleg jobbak egyébként? Hát kinek mi? Bioműszempilla? Okos válasz. Bioműszempilla. Gyerekek, én ilcsizem. Én abban nagyon hiszek. Igen? Gyerekek, nagyon jó. Én moncsizom. Én vikizem és ilcsizem. A kettő együtt figyelj. Két nővel vagyok az ágyban. Tudod, milyen jó? Ilcsi a szemem alatt. Addig jó, míg nem a viki van a szemed alatt. Igen. Hogy kell két nőt ágyba vinni? Házas emberként, ilcsivel és vikivel. Meg lehet oldani. Réka, szokott menni Óven bácsi Berú néni? Igen. Igen. Jó, ez most egy picit nehezebb lesz, egy jó kis sorozat. Oh. Annyit segítek, hogy mi nagyon kedveljük Janival, bár az utolsó évadból egy rohadt részt se láttam, de majd megvárom, míg az egész lemegy, és akkor megnézem. Nézel sorozatokat? Igen. Mi? Na, mondj egyet, hát ha hallunk valami jót. Hát szeretem a Trónok harcát, Igyeltem anyátokkal, Jó barátok. Jó barátok. Jó, hát nem úgy. Egy analóg ember vagy ebben a digitális világban, Jó barátok. Oh. Jó, Merrosz Prész, tényleg. Oh. Igen. És elbandi. Jó kis sorozatok egyébként ezek. Oké, Réka, na mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berú néni, figyelj! Júj, valami nagyon durva helyen vannak. Mos Eisley. Nagy bevásárlás Mos Eisley-ban. Igen. Igen, feelinges. Na, egy nagyon rövid részlet lesz, jó? Mert szerintem túl könnyű neked, figyelj! Jézus, már a dold, amikor bemondta szép volt. Tárekek, hogy lehet? Bizony. Azért térdre imádom. Egyértelmű. Ez már az a kép, hogy futnak, vagy jönnek? Ez csak a főcím. Itt mutatják a különböző részeket, hogy hol játszódik maga a történet. De sötét az egész, ugye? A térképet mutatják. Igen.
nagyon jól néz ki, és kis makett városok, a városállamok. Tehát tök olcsón megúzták az egészet, ugye? Egy rohadt régi térképet mutattak a főcímben, és makett városokat. Hát ez marha nagy film lehet. Ez a rohadt régi térkép azért, ez egy többszörös díjnyertes főcím egyébként. Aha, én értelek. Csak hogy ezzel, kicsit egyszerűsítem. Ezzel jöttök nekem, hogy egy régi, azt nézitek, azt a sorozatot, aminek az a főcím, hogy egy az utóbbi 10 év egyik legfrappánsabb főcíme. Egy régi térképet, meg vármaketteket mutatnak. Kinőnek a várak, igen. Hát azért gyerekek. Réka, nézed az utolsó évadot? Azt hiszem talán az ötödik? Még én se kezdtem, megvárom, míg lemegy minden, és akkor maratonba. Kezd az ötödiktől. A Jani azt mondja, kicsit unalmas. Hát figyeljetek, de most nagyon várom. Nagyon várom a következőt, mert nagyon hiszem benne. Állítok az utolsó egy kicsit uncsi. Mindegy. Réka, nagyon ügyi voltál, van egy ajándékcsomagod. Köszönöm szépen. Régóta vadásztál erre? Hát örülök neki, igen, már nem nagyon mertem írni, de most úgy döntöttem, hogy hát ha. És nagyon örültem, hogy Anna hívott. De úgyhogy nem mertél, mitől féltél? Hát nem tudom, eddig úgy nagyon nem éreztem, hogy be lehet jutni, de úgy tűnik, igen. Na de most behúztad az ígyszert. Igen, örültök, nagyon. Küldjük neked, ügyes voltál. Köszi a játékot. Köszönöm szépen. Ciao. Sziasztok. Puszi. Hello. Hello. Hello, hello. Ó. Oh. Megkérdeztem volna, hogy tudod valamit Helle Ráncra. Arra van szerintetek külön valami? Biztos három éveken nem. Tudod, és? Hogy három éveken igen, és ugyanolyan ráncos. Mindig olyan a Harry, mint a mazsa. De még ez a tesztüzem volt, hogy csak a bal oldalt, hogy lássad a különbséget. Van egy előtte Harry, meg egy utána Harry. A bal az előtte, a jobb az utána. A Harry kép le van fotózva. Három éve használok rá ráncszerintó krémet, és nem használok. Semmit? Asszú szemek még mindig. Kicsi apró értékes, és asszú szemek. Jó, jó, de azokból nyert. Abszolút. Nem mondom, hogy hány puttonyos. Aha. Nem, arra ne kérjél rá. Jó, de azért a nemes penészt mosd le róla. Minden tavasszal. Abszolút. Na jó. 5 perc a pontosan 8 óra. Ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjétek el nekünk. Valaki azt írta, nem közlekedési hír, csak majdnem beolvastam, mert az M3 benne van, de nem az az M3. Bazi, csak jelzem, M3 1925 Guldenburgok öröksége. Újra. Egy friss sorozat. A legnagyobb biznisz hoz létre egy csatornát, és ismét egy régi dolgokat, nem? Guldenburgok öröksége, atyaisten. 5 perc, pontosan 8 óra, jövünk Ákos hírei után. 8 óra múlt, 9 perccel, jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, hétfő van, jó idő, június, fizetés, meleg, rövidülő nappalok lassan. Összefoglaltam a következő két hetet. Minden, nem? Időjárás, dátum, csillagászati nyár, meteorológiai nyár, pénzügyi helyzet, mindent egy mondatban kicsit megérintettem. Nem vakítottál, nem kamusztál, nem csak jó érekről beszéltél, nem egy tipikus évértékelő beszéltél. Nem, gyerekek, 22 nap is rövidülnek a nappalok, úgyhogy becsüljétek meg a nyarat, mert nem sokára hűvösödnek az éjszakák. Úgyhogy nincs már sok a nyárból. Szörnyű, még bele sem mentünk el. Nem tudom. Nem, egyszerűen képtelen vagyok megemészteni. Azt mondja, hogy a Fiumei út a belváros felé teljesen beállt, Perec küldte nekünk. 13. kerület Népfürdő utca, Árpád hídtól észak felé járhatatlan kis utcák, szintén bedugultak, üzeni Viki. Aztán nem működnek a lámpák az Egér út, Fehérvári kereszteződésnél, a Fehérvári több pontján, az emberek tök hülyék, rendőrt ide, de gyorsan ezt Adri küldte nekünk. Köszönjük szépen! Azt nézem, hogy van-e még valamilyen SMS játékunk van, és egyelőre ennyi. A közlekedésnél. Írjátok meg, hogy mit játszunk most. Írjátok már meg, hogy mit játszunk, mert mindenki mindent küldözget az SMS falunkra, de hogy közben Feri most nem mond blokkos játékot, úgyhogy nem tudjuk, hogy egyet ez. Már igen, most egyet már szól, de a másikat még mindig nem tudjuk, hogy mi az, de majd kiderül. Az is előbb-utóbb így van. Mit csináltak, mert én ma reggel már arra jöttem be, ugye Velence van, és hogy ezt most aszfaltozták, gyönyörűen végig van bontva. Te ott jössz? Ott jössz föl a Lágymányosira? Szerémi, melyik is az? Föl van bontva a Szerémi? Hát ott a villamos megállónál. Nem arra gondolsz, hogy fölmegyek a Lágymányosira? Ahogy mész a Lágymányosi felé, az azt hiszem az a Szerémi út, két sáv van. Az a Szerémi, így van. Most csinálták meg, és így a közepén az aknafedők nél mindenütt kis piros elterelő nyilacskák vannak, ha nem figyelsz nagyon, akkor letarolod az egészet, és így fölbontották. Hát lehet, hogy csak én jöttem reggel, nem? És te utána jött. Ja, tényleg. A csatorna fedelekkel borultak. Nem tudom, hát egy csomó mindent felbontanak újra, amit már megcsináltak. Ne hozzák, hogy megnézzük, jó, hogy jól csinálták-e meg. Aha. Igen. Élő kapcsolásban vannak egyébként az a Miss Universe Hungary-vel, csak mondom, a kereskedelmi tévé. A TV2, és az előbb belenézhetünk az új Shy Guys klipbe, mert hogy mi megmutattuk egyébként péntek reggel az új Shy Guys klipet, de most meg is nézhettük.
Most Miss Univerzek táncolnak egy medencében. De várj, ez a régi volt, ez a régi Shy Guys klip volt. Nem, ez az új Shy Guys klip volt. Ez régi volt, tehát öten voltak. De nem az, de előtte volt. Előtte volt. Ott voltak hárman egy dom tetején. Láttam. Ott voltak hárman egy dom tetején és énekeltek. JD, Martin és Julien. Nagyon jó. Nagyon jó kis klip, én megnéztem. De egyébként aztán utána néztem, és van értelme is. Mi értelme van? Ötös jelentése van? Igen, de tényleg, az a lényeg az egésznek, hogy mindannyian egy picit eldobják a mostani életüket, hogy újra együtt legyenek, és újra ugyanazt az utat járják, mert hogy egyikük motorral érkezik, a másik lóval érkezik, a harmadik meditál, és akkor így ezzel arra szeretnének utalni, hogy teljesen más életük volt a zenekar után, de most megint újra együtt. És feljutottak a dombra, a csúcsra. Hát igen, egy dombocskára. Hát kis csúcsok van Magyarország. Nincsenek nagyon komoly ambícióik, mert akkor nyilván a Kékesre jutottak volna föl, mert Magyarországon az a csúcs, de egy dombocskára azért. Fölmentek egy dombra, igen. 9 óra után vendégünk lesz, gyerekek. Megrendezik nem sokára a bűvész világbajnokságot, és jön hozzánk egy olyan illúzionista, aki eddig több mint 30 nemzetközi díjat söpör be, és állítólag a srác tényleg jó. Mi pedig elég szkeptikusok vagyunk, ugye, ha illúzionistákról beszélünk, sőt, hát a bűvészeknél mindig ellenállhatatlan vágyat érzünk, hogy verekedjünk, a bohócoknál és a bűvészeknél, viszont érkezik hozzánk egy nagyon tehetséges srác, majd 9 óra után Soma, aki illúzionista, és azt mondta Juli, azt mondta Viki, a gyerekek, a srác baromi jó. És olyan dolgokat csinál, hogy leszakad az állatok. Én azt javaslom, hogy még mielőtt ide érkezne, még mielőtt a témába belekezdenénk, nézzük meg mindannyian a másiknak a füle mögötti részt, jó? hogy ott van-e valami, jó? Hogy ott mi van? Mert ha érted, hogy ne legyen ott se kártya, se tojás, se galamb. Nem, ha most idén is egy kalapba belenyúl, elővesz egy nyulat, azt meggyújtja, majd egy nyulat és egy galambot, akkor tényleg felállok és kimegyek. Tehát az már 86-ban Budapest TV-n se volt nagyon jó. Zsebkendőből tojást varázsol elő. De nem, állítólag tényleg jó a srác. Mikromágiában? Mikromágia? Ezt a Viki mondja nekem mindig este, hogy már megint egy mikromágiaban. Igen, az ahogy ilyen a csalódás a menzán, tudod, mikromágia rakás. Vagy az ágyban, igen, Balázs már megint mikromágia. Hallod, megnézel mikromágiával. Balázs, itt megint a mikromágiára lesz szükség. Na, szóval, hogy 9 óra után vendégünk lesz, gyerekek, készüljetek! Állítólag a hallgatókkal is tud majd dolgokat csinálni. Eltüntet itt bennünket idézőjelesen, elővarázsol dolgokat, gondolsz egy számra, megmondja, melyikre mondjuk. Na jó, azt hagyjuk már. Is, hogy ötösöm legyen. Ha ezért jön, ne jöjjön. Mondjuk azt mondja, 1-től 100-ig gondolj egy számra, azt írd le, leírod a 78-et, és azt mondja, 78-ra gondoltál, azért azt szerintem egyébként erős. Tehát ebben is lehet jó trükköt csinálni, hogy gondolj egy számra, és kitalálj, hogy melyikre gondoltál. Vagy elültet a fejedbe egy gondolatot. Mondjuk neked nem lesz nehéz. Hova? Hány évet fog kapni Sepp Blatter, hogyha végre sikerül? Igen, gondolj egy számra, jó? Nagyon helyes dolgot láttam a hétvégén, nem tudom, láttátok-e. Vannak bizonyos autók, bizonyos típusoknál, több is egyébként, most én ezt a svédektől láttam, ahol arról szól a dolog, hogy nagy csinadat a közepette bemutatták, hogy gyalogos felismerő rendszert tud már az autó, vagyis ha te nem fékezel, mert nem figyelsz, az autó automatikusan megáll a gyalogos előtt, vagyis nem üti el őket. Aha, de csak ha lelép, vagy már a járdán is? Már a járdán is, de ha lelép. Rohadt nagy sajtótájékoztató, jön az új svéd modell, nem ül bent senki, vagy bent ül egy sofőr, aki elengedi a kormányt, és azt mondja a műsorvezető, hogy legyenek szívesek akkor önként jelentkezők, jöjjenek már ki a tömegből, szakújságírók, tényleg a világ összes autószaklapja. Vidáman jelentkezik három ember, föl kellett állniuk egy ilyen rajtvonalra, az autó 10 méterrel hátrébb pedig várta, hogy megmutathassa az önműködő gyalogos felismerő rendszert. Kimegy, nagy taps, megtapsolják őket, fölállnak egy nő, egy férfi, meg egy idősebb úriember, felállnak a fehér vonalra. Olaf, nagy gáz! Speaker mondja, induljunk, Johnny, indítsd az autót, autó, gyalogos felismerő rendszer, hú, de nagy világújdonság, most mutatjuk be először, állnak hárman fehér vonal, 10 méterről az autó, full gázra nyom egy kövéret. Ez nem is néztem, hogy ül benne valaki, vagy ez már egy ilyen önműködő, azt hiszem, ül benne valaki. Full gázon, ha láttál már három embert nyomorúságosan elütni. Jaj, nem már. Úgy gázolt át a három újságíró az autó, hogy az egyik az konkrétan úgy hajolt meg, hogy elütötték és lefejelte a motorháztetőt szegényként, mert hogy hát nem működött a felismerő. Nem működött az...
És hogy látták az arcokat, hogy jó, akkor ez nem is. Azt hiszem, talán kétszer megpróbálták, másodjára már talán. Persze, mert már másodszerre nem jött át az az érv, tudod, hogy na most nem volt bekapcsolva, nézzük, hogy amikor bekapcsoljuk, hogy meg. Nem, arra lennék kíváncsi, hogy másodjára kiállt oda. Mert abban az a meleg, elsőre odállni, az csak... Az csak a cég alkalmazottai. A probetűs rész. Na jó. Kodál. Hogy másodjára kiállt oda, állítólag az autó brutálisan megbukott a teszten, és három szakújságírót úgy ütött el, hogy szegények, semmi bajuk nem lett, felálltak utána, tehát tényleg vidám voltak, rögtek. Nyomtak egy vajolát, igen. De hogy... A gyalogos felismerő rendszer effektíve elvérzett. Nem láttátok ezt a videót? Nem. Szenzációs. Tehát mi, ha visszahívják az autót, és még egy évre elvonulnak? Tervezni egy picit? Vagy ilyenkor mi történik? Mi lehetett a hiba? Próbáljuk megkeresni a pozitívumokat. Igen. Nem ütött el nagyon. Aha, nem. Hiszen megmaradtak. Így van, nem lett koszosan a drágja annyira. De tényleg itt mi a? Hát itt gyakorlatilag egy teljes fejlesztés itt küldhetsz a kukába. Hát itt érted, egyszer nem. Én nagyon sajnáltam őket, nagyon nyomorultul néz ki, hogy kihívnak, ott állt Csillivilli öltönybe, mert úgy átmegy rajtad az autó, és utána kapsz, nem tudom, egy svéd húsgombócot, itt hogy bájdalomítjén, akkor legyél szíves, hogy büféhez fáradni. Hát azért az kellemetlen. Az a baj, hogy ez nem az a kategória, amikor mondjuk így belefér, hogy egyszer-kétszer nem működik, tudod? Jó, de most 10-ből 2-szer. Hát ilyen nincs. Ez nem működik. De ez mit jelent majd, hogy megismeri a gyalogost, aki lelép elém, és én, ha tényleg elfelejtek fékezni, ő megáll? Tehát tulajdonképpen már kicsit az autó helyettem vezet majd? Mert azért az elég menő, ha ez egyszer működik. Hát figyelj, hogyha a tolható radar olyan tekintetben működik, hogy hangjelzéseket ad neked, amikor nagyon közel kerülsz valamilyen tereptárgyhoz, ennek is kellene működnie elviekben. Tehát, hogy amikor észleli elől az a radar azt, hogy gyalogos kerül az autó elé, elkezd mondjuk a sípolás, az nyilván jöhetne, és akkor, hogyha mondjuk ez össze van kötve egy olyan rendszerrel, ami automatikusan átveszi, érted, az irányítást, kicsit olyan, mint egy robotpilótára kapcsolódna. Ha te nem fékezel, ő fékez. Akkor ő lefékez az autó. Ha a járda szélén megy például a gyalogos, te meg mellettem ész, azt még nem érzékeli, csak ha kilép eléd? Akkor csak sasol. Nem, ha párhuzamosan megy az autóval, azt nem. Ugye azt akkor, nem. Ez nem. A rendszer lényege, hogy amikor lelép eléd, és te nem veszed észre, akkor először szól, hogy állj meg, és ha nem állsz meg, akkor vészfékezik helyetted. Alapjából jó az ötlet. De van külön görkorcsolyás, meg hogy hívjákos, meg mit tudom én, kerékpáros felismerő rendszer, meg hasonló? Vagy pedig ez csak a gyalogost ismeri fel? Ezt a videót nézed, igen. Tehát ezt a videót nézed, ők a svédek, igen. Látom. Hát, hogy ezért az nem néz ki jól. Ajjaj. Ezután azért a műsorvezetőnek azt mondani, hogy egy második körénként jelentkezőket kérek újra, azért az picit nehéz. Két ember áll egymás előtt, és a mögötte lévő, vagy a hátul lévő még egy picit tartja is az első csávot, hogy nyugi, nem kell elugrani, hidd el, semmi baj nincs. Igen. Ugye, ezt látod? Nyugi, de figyelj, nincs, és paf, és már le is feljelte a motoráztetőt. Olaf és Björn, beteg Szabimon. Ne hozz szóba. Főnök előtt ne hozz szóba. De nagy blaba. Azt írja valaki, hogy a gyalogos felismerő rendszerhez gyalogolni kellett volna. Ezek álltak, jó, hogy elüti őket. Lehet, hogy és igaza van. Miért igaza van Piscinek? Ő megfejtette ezt a dolgot. Tehát ahhoz, hogy az autó megismerje, hogy te gyalogos vagy, ahhoz sétálni kell az autó. Ők megálltak egy helyben, kicsit naív módon, hogy lefilmezzék majd. Az egyik tényleg kamerázta az egész. Igen. Hogy milyen szép lesz majd az, hogy a svéd autó megáll előtte, és úgy, ahogy van. Figyelj, lehet, hogy ők egyébként nem a cég alkalmazottai voltak, akik kicsit kötelező részt venniük az ilyen jellegű tesztekben, hanem a kétkedők. Akkor jöjjenek azok, akik nem hisznek benne! Tessék! Álljatok oda! Igen. Állítólag aztán próbáltak magyarázni, azóta a hivatalos magyarázat, hogy a sofőr, aki beült, az azt hitte, hogy automatikusan lép életbe ez a rendszer, de hogy ezt a sofőrnek be kell kapcsolnia. Aha, aha. És a pilóta, vagy a sofőr, vagy a tesztvezető, aki ugye elütötte az újságírókat, az elfelejtette bekapcsolni a rendszert, tehát hogy nem volt bekapcsolva a gyalogos felismerő rendszer. És a tájvani beszállító is hibázott. Mert de olyan gomb van, mint a gyalogos átkelőnél, amikor megy az ember, és ha piros, akkor van bekapcsolva, és azt gondolt, hogy akkor nincs. Igen, tehát hogy kipörgésgátló gyalogos felismerő rendszer, igen. Igen. Igen, az nem baj, hogy az ember így bízik az érzékeivel. Tehát egyelőre még nem tökéletes a rendszer. Tudod, nem teszed hátra, nem dőlsz hátra, és nem teszed fel a kezedet, hogy is megállok. És ha villanyoszlop van, akkor például akkor is megáll, vagy az sem mozog, csak arra a csak van, mert villanyoszlop van előtted, Feri, ott már több a is. Igen, hát a villanyoszlop azért ritkán lép az ember elé. De picit elcsúszott jobbra a kormány. Nézd már, anyjuk, hogy elém jött egy villanyoszlop. Hogy elém ugrott. Nézd már, hogy körbe aszfaltozták, milyen fura. Igen. Hát ez egy nagyon helyes dolog volt, ezt láttam, igen, szegények. Na,
egy internetes portál összeszedett néhány dolgot. Ja, témát váltottunk. Várj. Azért. Lovat neki. Így van, témaváltás. Összeszedett néhány dolgot, amit állítólagosan csak a rendmániások érthetnek, és szerintünk minden hallgatónknak van a közvetlen környezetében, vagy egy kicsit tágabb környezetében egy rendmániás ember, akit egész egyszerűen nem ért. Ez az internetes portál összeszedte most, hogy mik azok a pontok, amiket csak és kizárólag a rendmániások értenek. Na. Mi értetlenül állunk a dolog előtt, mert nem vagyunk felivel rendmániások, Jani-nak pedig mindegyik ismerős lesz. Felkészült vagyok, tesztelj! De neked azt, nem tudok olyan mondani. Hogy a napodból mondjuk 2 órát, vagy nem te, de bárki, hogy 2 órát arra szentel, hogy mindent így visszategyen, alatta letörője annak a tárgynak az alját is letörője, amit letesz, és hogy tehát én azt nem figyelj, fogom. Mi nem egy múzeumban élünk, tehát hogy azért azt mondom, hogy én például nem szoktam nézegetni, mit tudom, ilyen képes magazinokban ismert popzenész például lakása, aki a Velencei tó partján él, neki nagyon ismert szeretem, igen. Az mi van vele, hogy? Hát nekik például szoktam nézni a kecőjüket belülről, tehát ez egy, az számomra egy, ez egy ilyen élhetetlen közeg. A mi lakásunkban azért van élet, viszont azért belőfordul, hogy velem is történnek olyan dolgok, mint például a mosogatóban rendrakás még mosogatás előtt, az előmosogatás a mosogatás előtt, illetve a szennyes ruha összehajtogatása a szennyes tartóban. Nyilván nálam is vannak ilyen fura dolgok. Ezt vegyük át még egyszer, tehát van a ebédeltetek, vacsoráztatok, így van. És a szennyest már a mosogatóban te úgy teszed, hogy a tányérokat... Nem, azt a szennyes tartóban tesszük a szennyest. Már a mosatlant, akkor úgy mondom, a mosatlant, így a tányérokat egymás, igen, mellé, a jobb sarokba csak a villakés. Külön a poharakat, külön a tányérokat, és... A mosogatón belül? Igen. Érted? Igen. Még és nem mosogat, még csak bepakol a mosogatóba. A mosogatód neked egy tocot pakolni, ennek alig fér be, amikor berakjuk. Hát ez a baj, viszonylag kicsi egyébként, de szépen így el szoktam pakolni, hogy igen, hogy így itt vannak, ebben a bal felső sarokban vannak mondjuk a poharak, akkor a bal alsóban a tányérok, és egy külön pohárba pedig belerakom az evőeszközöket. Aha. És innen pakolsz át a mosogatógépbe. Nem mosogató. Nem, van, csak nem használjuk. Miért? Mert szerintem nem hatékony. Na, hagyd! Már ezzel a ügyességgel. Nem hatékony. Sokkal kevesebb vizet fogyaszt a szerv. A folyóvízhez képest, de ők hogy... A folyóvízhez képest kevesebb vizet fogyaszt a mosogató. Pakolj bele, 2 naponta használd, 2 naponta egyszer mosd. De Jani nem használ folyóvizet a mosogatáshoz. Én nem van egy 5 literes edény, abban van a meleg víz, és van az öblítő fázis, egy 5 literes edény hideg vízzel, ugye? Elmosogatod. Vagy a kárból van átvezetve. Igen. Amit elfürdöttek, az Én tudtam róla, hogy ezért ebből a szempontból beteg vagy, de a mosatlan edények között rendet csinálni és felkészíteni őket a mosogatásra, ez még ebbe az összeszedésbe sincs benne. Tehát azért ennél egyszerűbb dolgok vannak beleírva. Figyelj, mosogasson el az asszony. Én megfőztem, ő mosogasson el, de azért nem szeretem, a rendetlenség van a mosogatóban. Jó, hát ne is legyen. Na nézzük, mit szedtek össze, és már most mondjuk hallgatóinknak, hogy nyugodtan, ha rendmániás van a környezetekben, írjátok meg, hogy mivel megy az agyatokra, mi az, amiről egész egyszerűen lebeszélhetetlen, és mivel készít ki benneteket, legyen szó feleségről, férjről, rendmániás anyósról, tehát mit csinál, és mivel borítja ki azokat, akik kicsit olyanok, mint mi, Ferivel, akik hisznek a káoszban, és szeretik azt a fajta rendetlenséget, amit ők átlátnak. Hát mi ilyenek vagyunk. Na, azt mondja, hogy azt írja például, én nem tudom, hogy így van-e, de lehet, hogy ez igaz lehet. Bárhol legyél, és bárki hagyta úgy, te mindenhol betolod a széket az asztal alá, Jani, az összeset, bármennyi is legyen. Ez igaz? Ez igaz. Ez komolyan? Ez így van. De itt kimész a stúdióból, és betologatod a székeket? Én rohadtul utálom, hogyha ki vannak húzva. Egyrészt el lehet bennünk akadni, másrészt pedig az összhatás szempontjából. Hát nincs meg a harmónia, mi? Tehát amikor mi elmegyünk a szerkesztőségi szobánkból, és te mész el utoljára, körbe mész az irodánkba, és az összes széket betolod? Tulajdonképpen igen. Engem az egy picit zavar. De nem vagy ott? Tehát mi zavar abban, hogy kilépsz valahonnan, ahol már nem vagy ott? Valahogy az, hogy egy mindig arra gondolok, hogy amikor bemegyek, ezt nem miattatok csinálom, magamért csinálom, és amikor legközelebb bemegyek az irodába, azt látom, hogy a rendetlenség van benne, és ez engem így zavar. Tehát jó neki reggel bejönni úgy, hogy előző nap elpakolt.
Ugye? Tehát a reggeli étkezésre koncentrálsz. Igen. Itt a következő. Addig nem fekszel le, amíg nem mosogattál el, és nem pakoltál el minden. Nem csak a konyhában, az egész lakásban. Hát ez így nem. Ebben a formában nem igaz. Nem? Nem. Lefekszel? Igen, mindig versenyzünk, hogy kifeküdjön le gyorsan. Lefekszel? Hány kolóc, aztán fölkelsz, hogy mosogatnod kell. Ha BKV-zol, írja az internetes portál, konkrétan fizikai fájdalommal jár, hogy ne vedd le idegenek válláról a hajszálat. Van ilyen? Nem. Ez nincs. Hogy állt melletted valaki nagyon hajszálas a hát, és elkezded leszedeket? Nem. Én akkor mindig, hogy egy picit így befele, egy ilyen alfául próbálok meg lemenni zenét hallgok, nem. Viszont szemet... zavar? A hajszál? Aha, hogy itt van a vállán egy hajszál. Zavar. Látod? Tehát zavar, de odáig nem jut el. Figyelj, ismerős hölgyeknél én mindig leveszem. A hajszálat? Igen, munkatársaknál ez simán előfordul, hogy utána mellettem, és leveszem róla a hajszálat, mert az zavar. Szemetet szedni szoktam a megállóba, de hajszálakat nem szedem. Szemetet szedni a megállóba, úristen. Sose tudod, hogy mondd meg a másiknak, mondjuk a melletted ülő kollégádnak, hogy nem ártana rendet tartani a maga körül, anélkül, hogy ne sértődjön meg. Na, ez még nem neked a nagy csapás, hogy én vagyok melletted asztalilag. Tehát neked a legnagyobb átok, hogy a mi asztalunk ugye egymás mellett van. Igen. Nem? Tehát igen, és időként így át kell, meg kell húzni egy demarkációs vonalat. Jobban örülnék neki, hogyha a két íróasztal nem lenne közvetlenül egymás mellé tolva, hanem lenne között egy plexilap, igen, vagy pedig egy ilyen kis, hogy hívják, egy ilyen tajgetosz, ahogy leesnének a Balázs asztaláról, és nem folynának át hozzá. De nem, a Jani például nem szól, ő rendet rak. Tehát ő nem szólt még rád, hogy miért nem teszel te rendet. Csak megcsinálja. Hanem ő megcsinálja. Ez a jobbik eset. Mert nagyobb hatásfokkal tudom megcsinálni. Utálod, amikor az emberek mindenféle dolgokat pakolnak az asztalodra, pláne ha zsíros, vizes, ragacsos, stb. Hát ez teljesen egyértelmű, nem? Tehát ezt nem is fordult tőle gyomrom. Igen. Azt mondja, hogy már a gondolattól is rosszul vagy, hogy ki fog... hogy fog kinézni a lakásod, ha néhány napig, vagy mondjuk egy hétig nem vagy otthon, és nem tudsz takarítani. Ez igaz? Uh-huh. Hogy szorongsz azon, ha elmentek a Mónival valahova hétvégére, hogy mi lesz, ha hazajössz? Nálunk előfordul az, hogy amikor mondjuk így elmegyünk egy hosszú hétvégére valahova, akkor a sógornőmék jönnek át, vagy a sógornőm, igen, a párjával, és akkor egy picit félek, hogy mi fogad, amikor hazajövünk. De miért, ők bérlaknak? Vagy átmennek addig ott egy kicsit? Ne, a fizetnek érte, hogy vigyázhatnak a lakásra. Ja, hogy átjönnek, ne, csak egy kicsit, igen, hogy azért legyen otthon valaki. Uh-huh. És akkor ez egy picit tartok tőle. Na de akkor náluk nincs otthon senki, ha ők átjönnek. Vagy az már mindegy. De akkor meg más megy át hozzájuk, és akkor ott vigyázz. Atya úristen, Ferény, ehhez képest mi sehol nem vagyunk. Sehol. Hát nekem ez nem, valahogy nem sikerült az életembe ilyenfajta rendet tennem. Ti nem mondd már, hogy otthon a te nagyon-nagyon patentan, nagyon minőségű és nagyon profi konyhai eszközeid között nincsen rend tartva. Nincs, hát miért kéne? Van egy nagy fiók, alul például abban be van dobálva minden. Kinyitod, megnézed, hol van, kiveszed, megcsinálod, elmosod, visszateszed. A szuvidáló sincsen? A szuvidáló is a sonka szelet elő. De azokat nem mosod el? Mit? Vagy azokat nem takarítod el? Dehogy eltakarítod, de hát ott a nagy fiók bele van hányva minden, meg kicsit így arrébb húzod a tetejét, a legfelső rész, és akkor alatta elkezdesz keresgélni. Én a teflonokat mindig elmosom közvetlenül főzés után. Nagyon jó. Tálalunk, elmosom rögtön, és visszateszem a tűzhelyre, hogy megszáradjon. Mert nem bízok abban, hogy Móni normálisan elmossa, meg féltem a tálalás előtt elmosod és visszarakod száradni. Nem. Hát olyan az, hogy kirakjuk az edénybe, gyorsan elmosogatok, hogy aztán evés közben csak az evésre kell koncentrálni, és ne pedig arra, hogy éppen szárad bele az étel maradék a teflonba. Az zavarnak. Engedsz bele vizet, azt meg utána elmosogatsz, miközben eszed a tofudat, azon szorongsz, hogy a teflonba szárad bele a maradék tojás. Igen, és megpróbálok előbb odaérni a mosogatóhoz, mint Móni, mert hogyha ő kezd neki, akkor esetleg felkaparhatja. Tényleg meg kell csinálnunk az egy hétig párcsere. Már abban az értelemben, hogy hozzánk... Nem fogsz rá is emelni a lakásotok. Tesse a tiédre. Én oda költözöm hozzám egy hétre. És te hozzám költözöl egy hétre. És cserélünk. Figyelj, pont olyan lesz a lakásod, amikor bejöttek, mint ahogy annak idején láttad a fotókon. Az ingatlan.hu. Na, drága hallgatók, írjátok meg, ki a leginkább rendmániás a családban, mit csinál, és legyünk őszinték, mondjuk ki, mivel kerget benneteket, kevésbé rendmániásokat az őrületbe. Hogy törölgeti a csapokat, mit csinál a káddal, fürdés után, éjszaka még kilopakodik egy kicsit összetakarítani. Minden családban van egy betegesen rendmániás ember, egy anyós, egy após, egy feleség, egy férj, akitől tulajdonképpen tényleg megőrültök, az agyatokra megy, és nem bírjátok elviselni, hogy mindig takarít, és mindig fontoskodik. Jó? Írjátok meg, hogy mit csinál, és mivel kerget benneteket az őrületbe. SMS számunk 0-745-0000. Jövünk Ákos hírei után. 3:49 lesz, pontosan 4 perc múlva. Egy internetes portál cikkéről beszélgettünk a hírek előtt.
a cikk összeszedte, hogy mi ez a 23 dolog, amit csak a rendmániások értenek. Janival átvettük a legfontosabbakat, és tényleg így van. Tehát mi 20 megvan. Értetlenül állunk a dolog előtt, 20 pedig Janinak abszolút megvan, és számunkra, aki kevésbé rendmániások. Hárman még dolgozunk. Igen, tehát teljesen értelmezhetetlen, hogy mit csinálnak. Kezdhettem a terápiát? Milyen terápiát? És elkezdted eldobálni a széttépett bulvár újság egyik darabját. Figyelj, a Jani, én 20 éve terápia alatt tartom, és nem tudom. De legalább ne úgy tép már szét, hanem... Na, nézzük, mit írnak a hallgatói, mert hogy nagyon sok SMS van. Ugye arra kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy az ő környezetükben ki a legidegesítőbb rendmániás, mit csinál, milyen szokásai vannak. Hát igazam volt, egyébként minden családban van legalább egy, aki őrületbe kergeti a többieket, őt viszont a többiek kergetik őrületbe. Mert hogy szerint a rendmániás szerint ugye mi vagyunk a rendetlenek, szerintünk meg ők a kényszeresek. Ja, és ez egy örök ellenállás. Barátnőm anyjának, ha belépsz a házára, bugyira kell vetközni, és irány a kád, fürdened kell. Otthon csak pizsomában lehet lenni. Egyszer áthívott a barátnőm, és az anyja megtudta, hogy az volt az első, hogy ablak tól kezdve a spejzig mindent lefertőtlenített, mikor tudta, hogy én ott voltam. A saját rokonait nem engedi be a házába, mert piszok lesz az ablakon kihajolva beszélget velük. Azért ez. Azért jó, hogy egy ilyen fertőtlenítő kapunk kell bemenni. Levetkőzöm. Komolyan. Igen, el kell vetkőzöd, és menet kell fürdeni, igen. Előveszek egy poharat, használom, félreteszem, mert aznap lehet, hogy megszomjazom. Ha a nővérem nem mossa el azonnal, tikkel a szeme, és habzik a szája. És téged rosszul van. Meg az idegesít, hogy állandóan elteszik azt az egy poharat, amiből iszol. Igen. Mert hogy miért ne hagyhatnád kint? Nálunk a Viki egy napot azért kibír. Igen. Viki képes a tiszta ruhát kirakom magamnak, reggelre elrakja, és reggelre nem találom meg, mert hogy azt hittem, hogy ott hagytam, mondom, nem, ez előkészítettem magamnak. És ő elpakolja. Most magamra ismertem, otthon a kádat csapott, majdnem minden nap fertőtlenítem, a függönyöket minden lefekvés előtt megigazítom, a székeket betolom. Pár hónapja lett egy kiskutyánk, minden nap munka után felmosok, és még a játékait is rendbe teszem. Ez precizitás, Móni küldte. De miért? Ti nem szoktátok a zuhányzás után letörölni a csempét? Nem törlöm le a csapot zuhanyzó. Miért a csapba zuhanyzó? Mert foltos. A kicsit kicsapatod a kádat, azt hittem bemész a mosdóba, ott zuhanyzó. Nem, a kád mögött is csempő. Van ilyen meglepő. Nem. Miért törlöm le? Mert foltos marad. De ki érdekel, hogy foltos marad? Foltos marad. De nem mész be másnap, vagy de egy a ház órán... van, érted, vagy a lakás van, érted? Tehát én ezt próbálom veletek még. Nem én vagyok a zuhanyzóért, hogy még letörője, és elnézést is kérsz, és köszönsz neki, amikor belép zuhanyozni. És azt mondod, szia, kedves zuhanyzó, lezuhanyozhatok. De és ha a fugáton utána... keresztül átszivárog víz, és aztán fél év múlva ledobja a csempét. Az a kettő csepp víz, ami rajta marad? Nálam mondjuk én álló zuhanyzó van. Nem kettő, csak egy. Már. De kádban fürdesz? Kádban mész? A kád. Zuhanyzó nincs? Tehát ez a klasszik belépés? Igen, a kád is zuhanyzóként funkcionál. És minden zuhanyzás után letörölgeted a kádat? Mély zuhanyzó, úgy szoktuk mondani. Ez a kád. Mély zuhanyzó. És minden zuhanyzás után letörölgeted a kádat, hogy nem maradjon foltos? Igen, és a csapon... jó, egy kis nyomás is van rajtam mondjuk. Ilyen téren. De várj, a csapon lévő pöttyöket is letörlöd? Igen. De az nem fog beázni a csap, mert de az fényből. De hogy néz már ki rajta? Meg vízkövesedik. Aha. Azt mondja, hogy férjem sokáig olyan rendmániás volt, hogyha a főzéshez kikészítettem a dolgokat, és elszaladtam teregetni, mire visszaértem, mindent elpakolt. Volt, hogy egy nap háromszor megcsináltam. Már azt gondoltam, hogy baj van az agyam, amire felfogtam, hogy ő pakolt el. Megbeszéltük. Azóta kérdez, mielőtt pakol. Zsuzsa küldte nekünk. Anyósom cserepes virágokkal kijelölte az utat, amit használhatunk a saját kertünkben. És a kanapinkat három részenként, ami a kanapénk, hogy három részes, feltekergeti plédekkel, hogy ne porosodjon. Nagyon ezt jó. Gabesz küldte nekünk. De akkor a pléd porosodik, az nem az. Zavarja a mamát? Hát ez olyan, mint hogy Janiéknál ugye rajta van. Persze. A fólia a távirányítón. De az tehát, más, az praktikus, hogy ne kopjon. Mert jó, ugye... de azt is ismétek azt az idős hölgy típust, aki annyira akkurátus, hogy ugye gyakorlatilag a saját kanapjának a színét soha nem látja, mert hiszen egy koptató húzat van rajta, és a koptató húzaton is egy koptató húzat védő koptató húzat van. Ne, ezt én nem bírom. Azt mondja, az asztalon lévő tárgyakat a kockás terítő vonalához igazítja, a teregetés közben minden ruhára szigorúan, ugyanez vonatkozik, ugyanolyan színű csipesz megy. Még meg se eszed a kajádat, a tányérodat már elmossa. A vendégek jöttek, még a fasírtoknak is szigorúan egy méretűnek és gömbölyűnek kellett lenni. Ha kicsit torz volt valamelyik, nem mehetett a vendégek elé. A kedvenc, amikor sábliról ollóval nyírják a füvet, hogy biztosan ugyanakkora legyen. Hogy ki ő, azt nem írja az SMS írója. Hogy az anyós, hogy ne taposd le. Hogy ne taposd le. Igen. Hű, gyerekek.
Azt mondja, hogy a párom a portörlést utánam csinálja minden alkalommal, amikor takarít, leporcivózza a képkereteket is, amikor látom, legszívesebben fejbe vágnám az asztalon található üveghamutállal. Ezt Ancsa küldte nekünk. De nem nyúlhatok az üveghamutálhoz, hiszen elmozdul az asztal közepéről. Ezt én nem vágom fejbe. Atya, úristen. Beteg. Férjem ugyanúgy rendet rak a mosogatóba, mint Jani, ráadásul neki áll mosogatni, miután én egész nap gyűjtögettem a mosatlant, hogy tele tudjam rakni a gépet. Uh-huh. Teljesen logikus egyébként, hogy azért gyűjtött, hogy utána át tud pakolni, nem? És ha egyébként használnál mosogatógépet, Jani, igen? Akkor a mosogató kagylóból úgy tennéd át a mosatlant, hogy azért leöblítenéd előtt? Hát szerintem egy picit, én nem hiszek a hatás, nem aha. hiszem, hogy jó hatásfokkal tudnád takarítani azokat az edényeket. Hmm. Van egy hallgatónk, itt van? Hello! Itt van, jaj, de jó. Csak azért adtál aki egy gyorsandásról, mert kétszer eltűntél. Bocsánat, csak fel egy gondolatmenetét megszakítottam. Megszakadt. Igen, megszakadt, úgyhogy most vigyáztunk rád. Hello, na, neked mit csinál a párod? Nekem nem a párom, hanem a nagyszüleim. Nagyon aranyosak, hiszen mind a ketten iszonyatosan rendmániásak. Nagypapámnak mai napig szokása, hogy fogja a kis fakanáltartó korsóját, és szögmérővel leméri, hogy a füle 90 fokban álljon a faltól. Ez micsoda, korsó? Ilyen fakanáltartó korsó. Ilyen fakanáltartó korsó. Annak a fülének a falhoz képest 90 fokban kell állnia, ha egy fokkal nem ott van, akkor azonnal hozza a szögmérőt és megigazítja. Ne! De! Valahányszor előveszünk nálunk egy poharat, hogy igyunk, letesszük egy kis tárcára, hogy abból még fogunk inni, kettőt fordulunk, eltűnik. Elmosogatták. Eltörölték, visszarakták a helyére. Olyan rend van náluk, hogy még a mosogató szívasnak is külön helye van, hogy hol kell tárolni. Mindennek van helye, ha unokák, szülők bármit máshova raknak, azonnal odébb van rakva. Nem szólnak érte, de eltűnik, odébb van rakva. Arra sincs időnk, hogy elmosogassunk, mert kikapják a kezünkből. Atya Isten, atya, ő kicsoda, apósod? Nagyszüleim. Nagyszülők, igen mondom. Nagypapám, nagymamám, egyformák. Olyan rend van náluk, hogy meg a port is leporolják. És amikor jönnek hozzátok, ha jönnek, azt hogy bírják, hogy nálatok egy kicsit nagyobb a káosz? Most már nem szólnak, de régebben forgatták. Most már nem jönnek. Szenvedtek ettől, nem? Mert egy kényszeres rendmániás, ha elmegy egy olyan helyre, attól ott tud szenvedni, hogy ott viszont káoszval, lehet menni igen. cipővel, lehet enni az asztal mellett, az ülőgarnitúrán, hát ezt egy kényszeres rendmániás nem bírja. És kedves gyermekeik örökölték a tulajdonságokat. Tehát a te szüleid. Ugye? Vagy az igen. a párod szüleid. Igen. Gizi, köszi, hogy elmondtad. Ciao. Sziasztok. Hello. Hello. Kocsiba váltó cipő? Azt adod, nem? Én ezeket nem ismerem. Tehát hát, nekem ezt nem mondanám. Nekem ez teljesen idegen. Ha van olyan ismerősöm, van egy fehér sportcipője, az be van készítve a kocsiba, kinyitja az ajtót, behuppan, de nem rakja be a lábát, leveszi a cipőt, nájlonzacskó, de abban a nájlonzacskóban a fehér váltócipőt nem lehet betenni, amiben az utcait tartod. Ne. De hiszen akkor a sár átragad, vagy a por. Én egy kicsit sajnálom ezeket. Én nagyon sajnálom. Én nem kicsit srác. Szívajnád. Most, hogy mondom, bevezetek. Én csak összeszoktam így ütögetni a lábaimat, mielőtt beszállok. Igen, nagy a por, lejöjjön. Jézus Isten. Váltócipő. Figyeljetek nekem. Ez annyira papperos, hogy beszállsz, és előtte egy, kettő, három, és nyáron 30 fokba összül. Nem számolok hozzá. Jéz, mert ilyen. A gyerekkel levereted a sarat a csizmáról, oké. És így összeütök, aha, mielőtt beszállsz a kocsiba. És aztán így bemelem. Tényleg. Figyeljetek, Jézus Isten. Én két olyan dolog van, amit bevallok, hogy az tényleg kényszeres. Az egyik az, amikor mondjuk az evőeszköz tartó, ami után már el van mosogatva, én nem szeretem, ha sok van benne, viszont az nem zavar, ha van benne, értsd. Ki szoktam pakolni, körülbelül a 70-80%-et eltöröm, és a helyére teszem, hogy kevesebb legyen benne. De akkor miért nem csinálják meg az egész? Nem tudom. Tehát mindig marad egy négy. Zavar az, hogyha rengeteg van benne, így belezsúfolva, de ha csak néhány darab van benne, az úgy olyan, az olyan, mint az Ikebana nálam. Tudod, hogy ilyen szépen el vannak rendezgetve benne a kis kanálkák. Ez aha. az egyik. Másik, nem szeretem, ha poharak összeérnek. A szekrénybe. Mondjuk félelmetes is. Nálunk egyszer volt ilyen. Hogyha a poharak összeérnek a szekrénybe. Azt nem szeretem. Hogy nem szeretem? Nem szeretem, ha összeérnek a poharak, tehát hogy benn vannak a poharak a szekrénybe, és hogyha nagyon így egymásnak vannak tolva, az nem jó. Azt szeretem, ha távolságban köztük egy pár milliméter, de nincsen köztük közvetlen kapcsolat. És ha rájössz, hogy nem pakolt a célt, akkor szétpakolod őket. Ha kinyitom a szekrényt, és benyúlok egy pohárig, és azt látom, hogy összeérnek, akkor először széthúzom. Hogy legyen köztük egy pici hely, és akkor úgy veszem ki a poharat. Nem szeretem. Rettenetesen beteg. De hogyha az ember az egyik pohár koszos, akkor összekoszolja a másikat. Nagyon masszívan beteg ember vagy.
Azt jobb, ha tudod azért, hogy én diagnosztizálok, te bad, nagyon jó. Beteg vagy. De nagyon beteg. Figyelj, ezt fogd fel úgy, mint a csempék közt a fugát. Nem, ez valami teljesen más. Vagy a csempéknél se jó, ha összeérnek. Kell, hogy legyen köztük egy pici távolság. És én nem szeretem, ha a poharak így összeérnek. Valamiért az engem ott zavar. Hangok? Vagy mi? Már nem, hangok még nincsetek. Számítok rá, hogy egy pár nyomorban lesznek. Hangja. Ne, hogy valahogy írja egy hallgató, ezt is csinálom, amik nem estek húst, de hogy a volt kollégám felesége a lerágott csirkecombot elmosta, és úgy dobta ki a kukába, amit azonnal le kellett vinni. Azért az, amikor a csirkecombot mosod. Azért az is kemény. Van még egy hallgatónk, haló, jó reggelt! Szia, Csilla vagyok. Hello, Csilla! Nálatok ki a kényszeres? Hát én talán annyira nem, és azt a párom nehezen is viseli néha, de szerintem néha vannak dolgok, amik így furák nála. Hát ami szerintem érdekes, hogy nálunk is megvan ez a mosogatóba, hogyan pakolunk be effektus egyébként, tehát a bocsánat, ki kell, hogy egészítsen, tehát nem elég, hogy poharakat, tányérokat külön pakolunk, de a tányérokat mérés szerint pakoljuk be, tehát hogy itt azért egy kicsit kell még fejlődni. És akkor ugye alulra megy a legnagyobb méretű tányér, és hát ugye fölfelé egy ilyen tornyot építünk, egy ilyen, hogy így... Hát ez így logikus, hát ebben nincsen semmi extra. Nem láttátok egyszer az én mosogatógépemet, így logikus, az, én rúgtasson bele még a tányérokat. Tehát nem a gépbe, a gép az egy másik dolog, az csak az én feladatom, mert azt nem tudja, így... Ott nem tudom, ott nem is nyúlhat hozzá, látod? Tehát csak anyu pakolja a mosogatót. Mert össze-vissza pakolná. Igen, azt tudom bepakolni, valami oknál fogva, igen. Viszont a másik, ami nem tudom, hogy elhangzott-e egymástól, hogy nekünk van egy kisfiunk, aki 2 éves, 2,5 éves, és hát tehát én biztos, hogy merő szeretetben csinálni, néha föl kell kelni hozzá, mert hogy beteg, vagy fölébred éjszaka, meg kell itatni. És akkor nagyon cuki, mert fölkelek, és így kihajtom ugye a takarót, hogy hát majd, ha végeztem, és a gyerek visszaludt, akkor visszadobom magam az ágyba, és akkor megvan a takaró elej, hogy hol kell betakarózni. Na nem, de mi visszaérek, a díról van ágyazva. Ne, tehát, hogy éjszaka, amíg elmész a gyerekhez a másik szobába, ő beágyaz? Hát ő behajtja, igen, tehát hogy így szépen, ahogy ugye mikor beágyazunk, akkor megigazítjuk a takarót, és letakarjuk. És hát letakarni nem takarja le, nyilván magát nem takarja le, de a takarót az szépen egyenesre igazítja, hogy biztosan rend legyen. Tehát mire hajnalban visszamész a saját ágyadba, be van ágyazva? Igen, be. Jézus, atya úristen. Olyan kíváncsi lennék ennek a pszichológiai magyarázatára, hogy nyilván ez egyfajta kényszeresség, és ez nem a rendről szól. Tehát miféle szorongást élnek ki ezek az emberek, hogy szétválasszák a poharat a szekrényben? Tehát hogy mit vezetnek ezzel? Ez nyilván valaminek a levezetése, ez egyfajta kényszeresség, egyfajta nem, szorongás. De mit? Szerintem egyébként ez csak figyelmesség. Persze, de micsoda, visszafogsz? Beágyazni, az figyelmesség, abszolút. Hát vissza fogsz feküdni ugyanabba az ágyba egy negyed óra múlva, szívem. Ott mi a figyelmesség? De tényleg, szerintem ez az ő részről figyelmesség. Ezzel elvigasztald magad, a párod beteg. És ezt mondjuk ki. Tehát, hogy azt ne mondd azt, hogy éjjel kettőkor beágyazni figyelmesség, mert ez nem az a kategória, ez betegség, ezt kezeltetni kell. Ugyanúgy, ahogy a Jani benéz a szekrénybe, és látja, hogy összeérnek a poharak, és 10 perc alatt szétválogatja őket, hogy ne érjenek össze. Ez ti mind betegek vagytok. A te párod is, a Jani is. Mondjuk ki. Van egy ilyen vitrines szekrény, és akkor a boros poharak, vörös boros poharak egy sorba, a fehér boros poharak egy sorba, és a pezsgős poharak egy sorba. Tehát, hogy azért nyilván vannak itt. És nálunk most hétvégén vendégek voltak, nem találtam 4 egyforma boros poharat. Ti nem értenétek, hogy én hogy élek. Egy kicsit átelepülünk hozzátok. Nem értenétek. És nálad se érhet össze a pohár? De összeérhet. Már mindig az van, hogy van egy csomó poharunk, van egy csomó tányérunk, minden, és akkor így hát így mindent valóban be kell gyümölcskönni. Tehát összeérhet, de egy sorban vannak az egyfajták. Uh-huh. Ez nincs mese. Hát kitartás. Hát még bírjuk. Köszi, ugye elmondtad, csáló. Csilla, hello, puszi, csáó. Gondolkodtam ezen a csirkecsontos történeten, és szerintem, nagyon jónak szerintem, tartom, ha ennétek húst, te lemosnád. Az van, hogy eszembe jutott. Egy dolog. Viszonylag ritkán szoktunk vásárolni a gyereknek, mert ő ugye nem vegetárián, és illetve akkor eszik húst, amikor ő szeretne, de otthonra nem veszünk, viszont ha mondjuk egy ilyen kínaiba megyünk, akkor a Virágnak a kedvence az ananászos csirke. És ez elő szokott fordulni, hogy meghagyja, amit aztán persze természetesen már este nem eszik meg, és azt el szoktam mosni magát az ételt, hogy kimossam belőle a csirke darabokat, vagy csirkefalatokat, mert azt oda tudom adni a kutyának. Mi van? Te tényleg van? Szétválasztod az ananászt? Nem, felöntöm vízzel, és kiszedegetem belőle a csirke húsi darabokat, hogy a kutyának oda tudjam adni, mert nem akarok neki ilyen édeset, meg szószosat, meg én ananászosat rakni. Azt kell, igen. Ezt tulajdonképpen el szoktam. Elmosom a csirke húst. Jézus, atya, úristen. Szereti a kutyus a csirkehúsit. És az ananásszal mi lesz?
Azt meg, hogy hívják, felhasználjuk turmixen, de hogy is. Nem, az már nem. Az már nem kerül ilyen másodlagos felhasználásra. De a csirkehúsit azt szeretem így. Kimosom belőle, és akkor adom a kutyusnak. Azt hívják, hogy azért nem szabad összérni a poharaknak a szekrémje, mert földrengéskor csörömpölne. Az is igaz. Egyébként elvigyázol. Így van, így van. Erre vigyázz, hogy csel legyen. Hogy elkerüljük a pánikot. Atya úristen, mindannyian betegek vagytok. Ez egész biztos. Játszunk egy jó kis hármasugrás, már itt is van a hallgatónk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Ezek ti vagytok, figyeld, nekem anyukám szokta a vacsi után bepakolni a fürdőkádba a mosatlanokat, mondván úgy is fürdünk és közben mosogatunk. Tudok valakit, aki úgy fürdik, hogy alatta a lábával tapossa a ruhát, mert egyben fürdik, egyben mostan. Azt úgy hívják Vadó János. A balkádba, ahol a mosatlanban. Hát mi? Ő meg rá a szennyes ruhára, lefűrik, és közben tapossa a melegítő fölsőjét, hogy egy vízzel fürdök, egy vízzel mosok. Előmosás funkció. Proli. Előmosás. Azért rohadtul utálnám az okniaimon, az alsógatyáimon, meg a farmeromon kéne fürdenem. Rohadtul. De én annyira gyűlölnék úgy élni, hogy a saját melegítőmön fürdök. Ezért van az, hogy nálunk, amikor még csak hajdú, tárcsás mosógépünk volt, akkor is volt előmosás funkció. Ugye, és ha esetleg a Móni beül egy nagy kárvízbe, akkor körülötte úszkálunk a te alsónadrágjaid, meg az okniaid is. Fürdik úgy nagy habvízbe, hogy közben sikálja az alsógatyádat az oknidat? Tehát van ilyen? Nem. Vagy nálatok nincs nagy kárvíz? Nincs nagy kárvíz. Ja, nem pazarolunk. Hogy kérdezni ilyen baromságot? Ne viccelődj meg. Halló, jó reggel, ciao. Ildi, hello. Hello, Ildi. Itt vagyok, sziasztok. Honnan hívtál minket, Ildi? Debrecenből. Debrecenből, mit csinálsz ott? Mit csinálok itt? Hát, napozok. Az menő, nincs az munkád? Vagy miért napozol? Nem értettem. Nem dolgozol? Hát most sajnos nem. Nincs munkád? Nincs munkám. Tehát inkább dolgoznál, mint napoznál, de most ez egy ilyen kényszer napozás. Hát igen. Mit csinálsz egyébként? Mivel foglalkozol? Szociális gondozó vagyok. Szociális gondozó? De hogyha nincs munkád? Tehát az ember azt hinné, hogy azért erre mindig szükség van. Szerinted igen. De nem. Hiába adott be az önéletrajzot, egyszerűen sehol nem hívnak. Hát ha most, szoktuk mondani. Hát ha most. Egyébként bármilyen munka érdekel. Na. Az mindig jó. Szokott ez menni nekünk egyébként, általában ilyenkor lecsapnak a hallgatóinkra, hogy adjátok meg a számát, ha tudunk, segítünk, és akkor valahol mindig kell a hallgatónk. Milyenek a kérdések, Jani? Szerintem nagyon könnyű, kifejezetten ilyen hétfő, ilyen könnyed. Ja nem, a harmadik, az nehezebb egy picit most látom, főleg, hogy debreceni vagy. Na meg. Jaj. Így szól az első kérdés. Melyik önéletrajzi ihletésű film főszereplője volt Eminem? Mi a film címe? Fiúk, segítség. Ezek mi vagyunk? Nem. Hárman vagyunk. Ja, vannak körülötted. Igen. Ők a gyerekek? Nem, a férjem és egy nagyon jó barátunk. Ők is napoznak. Igen. Egy nagy közös napozás. Nem, ők szeretkeznek. Te megnézed, hogy miközben napozol. Ezt imádtam volna. Jani. Fiúk, hagyjatok abba a szexelést, és válaszoljatok már a Balázséknál, adásban vagyok. Ne, hagyjátok abba a csőrözést. Fiúk, mit csinálnak, hogy nem tudnak segíteni? Passzolnak. Igen. Ajaj. Hát nem tudunk többet várni. 8 mérföld, ez volt a film cím. Igen. Hát és ahogy mondod ezt az igent, meg is volt a film. Meg volt egyébként, igen. Hát ez egy rövid játék volt, Ildi. Sajnáljuk nagyon. De hát tényleg. Én is nagyon sajnálom. Majd még próbálkozom. További jó szeretkezést a fiúknak, neked jó. Köszi, Ildi. Ciao. Minden jót nektek, sziasztok. Hello, hello. Hello, hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Viszont a rendmáliámról eszembe jutott, ugye Balázs, ami a probléma. Ha Balázs nem látott még valami, nagyon sok mindent látott már világon, de egy dolgot még nem látott. Szétszakadt, itt nyílik feliratot. Az azért, az ugye meg. Az igaz. Én általában nem ott nyitom a dolgokat, ahol oda van írva, hogy itt nyílik. De. Ki tudok nyitni egy kiló szabot, úgyhogy fél kiló kiömlik. Úgy. És sértetlen az itt nyílik felira.
Új utakat keres, érted? Új utakat keres. Nem szeret, untat. A kiszámíthatóság mindig is untatott. Tehát, hogy mindig is untatott. Ha valamit ott kell kinyitni, nekem megmondják, hogy hol nyissam ki. Ezt én tudom, hol kell kinyitni. Visszacsukatom, hát ezzel meg mit kezdje. Nincs ilyen. Na, jövünk a hírek után. Gyerekek, egy illúzionista lesz a vendégünk. Állítólag a srác nagyon jó, rommá nyerte magát. Különböző versenyeken Las Vegas-i arany oroszlán díj, aranykarikák versenygyőztese Svájcban, ötszörös magyar bajnok, a mikromágia nagy tudósa. És bennünket is el fog mikromágiázni. Csinál egy-két trükköt velünk. Megnézzük. Magyar bajnok. Vele. Magyar bajnok, így van. Az illúzionizmus az egy objektív, ez egy mérhető dolog. Hát aki a legjobban tüntet el, vagy nem tudom. Igen. Aha. Na, szóval, hogy jól megy neki a mikromágia, állítólag az orrunk előtt csinál majd olyanokat, hogy bepisilünk. Az lesz a magyar bajnok, akinek a legtöbb helyen mondják azt, hogy anyá! Azért eltüntett valami nagy dolgot, az komoly. Úgyhogy Somával, bűvésszel és illúzionistával jövünk, Ákos, híre jutam. Hát akkor elkezdünk így beszélni. Így is el tudunk kezdeni, mindenhogy el tudjuk kezdeni egyébként, csak így nem volt olyan vagyok gyerekek. Annyira jó volt ez a Kali Sanders dal, hogy a gép egyszerűen megállt. Nem bírtál. Amikor ez tényleg jó dal, jó. Kicsit ilyen West Coast-os, totós, de nagyon jó. Nagyon jó. Egy jó alag Európa nyakon öntve. Igen. Több fajta stílus van benne, de jó de dal. De jó. Ügyes a srác. Nem mondod meg elsőre, hogy magyar. Nem? Uh-huh. Jó olyan a hangzás is minden. Na, 9 óra, 15 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Folytatjuk a reggelt, és közlekedéssel, mint mindig. Mielőtt belevágnánk az utolsó egy órába, az M0-as, az M3-as irányában a gyári lehajtótól totál beállt Könyves Nándi küldte nekünk, köszönjük szépen. Mező Szilason sünök elbújva mérnek, vigyázzatok, üzente Tibi. M7-es Budapest irányában a 132-es kilométernél háromlábú trafi, úgyhogy ott is vigyázzatok és menjetek óvatosan. Budai alsó rakpart lassú, mint mindig, lépésben haladunk egyelőre. Nem tudom, hogy miért Gabi küldte nekünk, valamint az Ajtósi Dürreren a Hungária felé mérnek, ezt Tamás küldte. És Bözsi híd, Pesti hídfőjénél elakadt BKV busz rendőrautóval ütközött, úgyhogy ott is mindenki vigyázzon. Bözsi híd, ez jó? Böske híd, igen, ezt így ebben a formában nem hallottuk. Na, azt mondja, hogy gyerekek, vendégünk van, itt a stúdióban, megérkezett hozzánk Hajnóc és Soma, a bűvész, illúzionista. Jó reggelt, hello! Sziasztok! Ciao! Szia! Kétszeres bűvész világbajnok vagy? Ezt olvasom, jól látom? Igen, stimmel. Tényleg? Igen. Hol nyertél ezt? Helyileg hol nyeri meg? Pekingben nyertem 2009-ben, és rögtön dupláztam, mert a bűvész világbajnokság, ami minden három évente van, az úgy néz ki, hogy egy hétig megy a verseny. 8 kategóriában osztanak első helyet, és a hét végén az összes kategória világbajnoka megmérettetik egy nagy döntőben, és ezért adnak ki egy Grand Prix díjat. És azt is behúztad. Azt is én kaptam, igen. Abszolút kategóriában. Igen. És mi volt a másik? Tehát ez volt a másik. De akkor mi volt az első? Az Peking. De mi, nem, hanem, hogy miben kacsa. Nyertél. Eltüntette a második és a harmadik helyet. Hát azt mondtad, hogy volt 8 kategória, egyet megnyertél abból, vagy én értettem félre? Nem, tehát a 8 kategóriának mindegyiknek van egy világbajnoka, és aztán az a 8 világbajnok összejön, és egy nagy döntő. Elengedtem. Én nem értem, én sem értem és a kérdést. És egy hatalmas varázsvesző párbajba. Nem, hogy mi volt a kérdés? Hát, hogy volt 8 kategória. Nem, a 8 kategória győztese mérettem meg magát még újra egy nagyban. Igen. Aha, menő. Érted? Kösz. Nem, de menjünk tovább. Nem érted? Nem. Ti nem értitek a Ferit. Mert mit hogy a Feri azt kérdi, Feri? Hogy volt 8 kategória. Igen. Hogy nyilván abból... te is indultál az egyikben, de az a kategória mi volt? Csak amit ennyit kérdez a Feri. Én az általános bűvészet nevű kategóriában indultam. Én is értettem, hogy mire gondolsz egyébként, de most már értem. Az általános bűvész kategória az mi? Cilinderből nyulat? Nem. Nyúlból cilinder? Utoljára ilyet láttam a Budapest TV-n. Engem lenyűgözött az, és azért kérdezem. Hát örülök, akkor gyere el egy bűvészre adás, azt szerintem le lesz lenyűgözöm még jobban. Én imádom a bűvészetet egyébként. Kicsit idegesít, hogy nem értem, de közben egyébként hagyom magam szórakoztatni. Minden irritál, amihez nem értesz valójában. Mindig meg akarom fejteni, és valaki ezt elmagyarázni, hogy ne próbáld megfejteni, csak nézd és élvezd. Ez a bűvészet lényege. Ne akarjál rájönni, hogy hogy csináljuk. De ez nem így van, mert van két fajta ember. Van, aki élvezi, és van, aki full ideg lesz tőle, hogy nem tudja, hogy van, nem alszik egy éjszakát vagy kettőt. Most már én a full idegből átmentem a nézem és élvezem. Kivéve a Copperfieldnek az arénai előadását, amin úgy felúztam magam, hogy 30 ezerért tényleg még a félbevágott embert mutatta meg egy ládában, hogy azt hittem, hogy vérzést kapok. Tehát ez voltál a Copperfield-en Magyarországon? Voltam, még ez még elég régen volt. Igen, régen volt. Aha. Tudod, mi volt a főszám, hogy befeküdt egy ember egy ládába, és ketté vágta. Ezt Anetka műsorában
mesztelenül megcsinálták 94-ben a Budapest TV-n. Ezt csinálta a Copperfield, erre emlékszel? Hát az, az igazság, hogy ő bár szerintem fantasztikus nagy bűvész, és nagyon sokan inspirálódtak belőle. Én is rongyosan néztem a nagymamám által felvett műsorait, ugye kazettáról gyerekkoromban, de picit megfáradt. Tehát a napi két műsor 15 éven keresztül Las Vegasban, az úgy megteszi, aha, az eredményét. Jó, de azért szeretne sok bűvész úgy megfáradni, hogy te is mondod, az MGM Grand Casino-ban találja minden este ért. Hát nem tudom, én nem. Tehát, hogy nem ez a cél. Ez az új generáció. Figyelj, az új generáció, a Dynamo, meg akiket így látunk interneten, vannak elég nagy nevek, akik repkednek, meg nem tudom, miket csinálnak. Láttam én is egy-kettőt, csak elfelejtettem. Ők inkább bűvészek, vagy illúzionisták? Hát az illúzionista az egyfajta bűvész. Az illúzionista az a bűvész, aki mondjuk ketté vágja a nőt, vagy megjelentetni az oroszlánt a nagy ketrecben. Tehát ez a színpadi illúzió, mint olyan, az egy kategóriája a bűvészetnek, ugye ez a nagy csomag. Tehát a Dynamo is egy bűvész, ő egy angol bűvész egyébként, aki hát nagyon befutott, és egyébként szerintem tök jó, amit csinál, ugye ez a nagyon kis menő ilyen leszakadt utcai punk fiút alakítja, aki a megy az utcán, és akkor elvarázsol mindenkit, meg ilyen hihetetlen dolgokat mutat, és igazából nagyon jót tett a szakmának, mert ugye egyre többen érdeklődnek, meg hívnak bűvészt. A srác tényleg jó, vagy statkokkal dolgozik, és az egész egy leszervezett jelenet, amit látunk mondjuk interneten? Nem feltétlenül. Nyilván a televíziós bűvészetben azért hát van egy-két olyan fajta csavar, amit nem szeretnek belátni a emberek, hogy tényleg van, vagy a bűvészek, de alapvetően azért nem hazugság, és nem olyan típusú televíziós átverés az egész, mint amit sokan gondolhatnak. Az az egyik trükkje, vagy nem trükkje, hanem az attól olyan népszerű, hogy ember közeli, nem? Mert hogy nem azt látja az ember, hogy följön egy ember, fekete frakba, mellette fénye, meg egy csinos csaj, akinek tollat nő neki a seggéből. Igen, és az oroszlánból a ketrecbe hívta, hogy kecske lesz, ugye mi itt tartunk kicsit, de a Dynamo azért már nem ezt csinálja, igen, ő elég jónak tűnik. Hát igen, de ez ugye a mikromágia, mint olyan, a mikromágia az azt jelenti, amikor közel megyünk az emberekhez, és úgy szórakoztatjuk őket, ennek mindig az a varázsa, hogy az ember kezében, az orra előtt történnek a dolgok. Ja, hogy a mikromágia az nem a törpe bűvész? Nem. Igen, nem. Igen, ha most elővarázsolod nekem Kummeriáton Marcsikát, akkor hiszem, hogy te vagy a legnagyobb. Komolyan, az ország egy nagy rész örülne neki, ha most egy Marcsikát elő tudnád varázsolni egyébként. Az nagy mutatvány lenne. Nem? Gondold el, hogy ezt behúznád. Mi az, ami a világbajnokságon egy szín? Tehát van egy casting, vagy egy országból csak egy ember mehet világbajnokságra? Vagy itthoni versenynek kell nyerni, hogy te elmesél Vegasba mondjuk magyar bűvészként egy világbajnokságra? Úgy néz ki a dolog, hogy ezt mondtam, hogy 3 évente van világbajnokság. Azt mondtad, igen. Első évben vannak az országos kvalifikációk, onnan jut tovább az ember a kontinens bajnokságra, és onnan kvalifikálhatja magát a világbajnokságra. Szóval egy ilyen több lépcsős dolog, plusz minden ország kap kvótákat, hogy hány bűvész küldhet minden VB-re. Idén tőlünk 2 mennek egyébként a világbajnokságra. Én nem akarlak trükkökkel faggatni, még ne is mondd el, hogy mit hogy csinálják, csak azokat a nyomorúságos galambokat hova teszitek az ingújatokba? Tehát, hogy élik túl azok a madarak? Mondd meg nekem őszintén. Hát én speciál nem dolgozok állatokkal, mert nem szeretem, hogyha összeszarják az akumat belülről. Na, abszolút érzetőim. Vagy ez jó, de én ezt bírom. Tényleg, valahol kicsit jó is, de nyomorult is, hogy ilyen fél galamb, fél vak galambot próbálja fényel megbirkozni, mert akkor varázsolták elő egy zakóval. Nem, hát itt szegények tényleg, tehát ez nem kényelmes nekik, mert ezek állatoknak nem jó, úgyhogy... Ezeket te kitalálod, vagy egymástól veszitek át, vagy van egy ötleted, és abból csinálsz egy trükköt, vagy van egy nagy Rodolfo doboz, most nyilván idézőjelesen kérdezek ilyen hülyén, ahol az összes trükk benne van, vagy ti szülitek ezeket a trükköket, és dolgozzátok ki úgy, hogy az megállja a helyét színpadon. Hát azért a bűvészet egy olyan műfaj, ahol láthatunk sok bűvészt hasonló trükköket csinálni. Ennek ugye az az oka, hogy mindig fel kell hozzá találni egy kelléket. Tehát, hogyha csak hogy lefordítsam, hogyha a zongorista mindig, amikor megírna egy szonátát, fel kéne találni hozzá a zongorát, az nem lenne egy nagyon könnyű feladat. Ezért van az, hogy tényleg sok bűvész hasonló dolgokat csinál. De hát nyilván vannak újítók is a szakmában, én is mindig megpróbálok új dolgokkal foglalkozni, új dolgokat mutatni, és szerintem ahhoz, hogy valaki világbajnokságot... Galamb helyett túzokkal. Gyöngyúkkal. Mindig új dolgokat hát hozol igen. Be. Szóval szerintem az, hogy ahhoz, hogy valaki nagy világversenyt nyerjen bármiért, az muszáj, hogy a laikus szakma és a laikus közönség és a szakma számára is újat tudjon mutatni. De lehet, hogy hülye kérdés, de el tudod mondani, mi volt a produkció, amivel nyertél? Nyilván megmutatni nem tudjuk, hogy mit csináltál. Ez egy karakterszám volt színpadon, én egy üzletembert alakítok, egy 10 perces kis sztori igazából,
és mindenki számára ismert ilyen hétköznapi kellékekkel bűvészkedtem, tehát mobiltelefonok, aktatáska, újságpapír, pénzek, és ettől lett nagyon életközeli, hogy minden... Rozsdamentes étkészlete. Főző edények, amiket meg is lehet vásárolni, természetesen. Hú, az Ellen DeGeneres-nek a showjában láttam most egy bűvész, aki egy iPad-del bűvészkedett, azt nem láttad véletlenül? Igen, őt úgy hívják, hogy Simon Piero egyébként, jó haverom. Komolyan? Stuttgart is rác, igen. Elég sokat dolgoztunk együtt. Nem emlékszem rá pontosan, mert beült az Ellen DeGeneres, és fogott egy iPad-et, és az iPad-en keresztül, tehát az iPad-ből kivarázsolt egy kártyát, láttad az iPad monitorján, hogy elindul a kártya, az megjelent élőben, visszadugta, az megjelent a monitoron, és minden egyszerre történt magán a monitoron, és történt és egyszerre élőben a stúdióban. Zseniális volt. Zseniális volt. Nagyon jó a srác egyébként. És egyébként programozó matematikusnak készül nyilván mi. De akkor ezt láttad ezt láttam a, tőle, igen. Hát ő mint az iPad Magician így nyomja, ugye most már évek óta, és elég sok jó pufa dolga van. Azért már tényleg nem ez a galambot a kalapból tart, ahol mi kicsit le vagyunk ragadva, nem? Tehát az iPad Magician, és a csávó bejön egy iPad és olyat csinál, hogy megmutatom, besírtok rajta egyébként. De ez jó, egyébként, hogy specializálódik egy nagyon menő cuccra. Van esetleg Vantage Easy Man? Ericsson 198 Man. Na, nyilván ugye azért is jöttél, hogy egy-két dolgot itt bemutassál nekünk. Melyik típusú bűvészetet akarod most megmutatni? Elővarázsolsz valamit, beültetsz gondolatot a fejünkbe, vagy az teljesen más? Ez a gondolatbeültetés, meg nem tudom, hogy itthon csináltak, és az Uri Gellernek volt egy sója, az nem teljesen bűvészkedés. Vagy az is a bűvészkedés? Az teljesen bűvészkedés. Igen? Hát persze, hát... Igen, ott mind az összes induló mentalista, ugye a bűvész volt a mentalista, mint olyan, az egy a bűvésznek egy fajtája, sőt a világbajnokságon lehet indulni a mentalista kategóriában is, tehát ez is egy kategória, úgyhogy ez teljes mértékben bűvészet, aki azt hiszi, hogy a kanálhajlítás meg gondolatolvasás így a ilyen show keretén belül az... Az Uri nem hajlít kanalat? Én láttam egyszer, amikor itt volt forgatni, bement a TV2 konyhájára, elkérte egy rohadt nagy merőkanalat, mert ő forgatott ugye a TV2-ben, és basszus tényleg meghajlotta, egy olyan mozsárágyú szintű merőkanalat hajlított meg, ő azt erőbe leeltekeri akkor? Hát erre megvannak a módszerek, de ez mind bűvésztrükk. Tehát... És ti nem mondjátok el, tehát te nem mondod el az ő trükkjét. És... Hát nem tehetem, a milyen lenne az, hogy elmondanám a trükkjét itt a élőadásban. Van egy maszkos csávó a kulón, aki az összes trükköt leleplezi. Ez egy viszonylag régi sztori, igen, őt úgy hívják, hogy Valerino. Na már nem él. A bűvészek kinyírták. Maszkban az összes trükköt leleplezi. Én éveken keresztül néztem a kulón, imádtam, elmondja, hogy hogy vágják félbe a nőt, hogy akasztanak, hogy az összes trükköt félbe. Ti bűvészek egy ilyen palit gyűlölhettek, gondolom, nem? Hát alapvetően szerintem az a közvélekedés, hogy ez a csávó égjen elélve, de én azt mondom egyébként pont amiatt, hogy annyi embert mozgatott ez meg, és szerintem annyian kezdtek el bűvészkedni emiatt, hogy igazából ez is egy nagyon jó reklám volt a bűvészetnek, és ha Balázs téged most megkérdeznélek, hogy hány trükkre emlékszel, hogy Isten igazából, hogy mi volt a megoldás, szerintem nem tudná túl sokat. Pont azért mondom, hogy ez igazából egy reklám volt. Kicsit csalódás volt, hogy tényleg nem vágják félbe azt a nőt, és egy műláb mozog a ládába, amikor ott megmutatták meg, hogy vannak ezek az akasztások, de nem. Senki, tudta senki megmondani, hogy az Uri Geller hogy tudta azt megcsinálni, hogy amikor benn volt a TV2-nél, a büféből összekeverte a svábi kérdéseit, amit az Orbán interjúhoz felé. Soha senki nem fogja. Van olyan trükk, aminek még te sem tudod a megoldását, nézett tévébe, ott vagy Vegasban, egy bűvészvilágban, és azt mondta, hogy basszus, ez jó, nem tudom, hogy csinálta. Ritkán van, de nekem nagyon átalakulta, mert ugye ezért kezd el valaki bűvészkedni, hogy nagyon kíváncsi a trükkök megoldására, nem alszik emiatt mondjuk, és elkezdi őket megtanulni, és egyre több trükköt tud, és aztán így lesz valakiből bűvész. Ez nem teljesen átalakult, tehát én néha látok ilyet, amit nem tudok. Igazából már nem annyira érdekel, mert viszont annyi mindent tudok. Számomra igazából a színház, a mozgás, a zenehasználat, a nézőkkel való kommunikáció, interakció, tehát ezek a fontos lényegi dolgok, és ezek tudnak igazából elvarázsolni. De volt Rodolfo bűvészdobozom? Volt, hajaj, hogy... Micsoda, én tudom, hogy kell a Rodolfo bűvészdobozból a tojást eltüntetni. Aha. Tudod, hogy kell? Berakod a kehelybe a tojást, de az a tojás az nem egy tojás, csak egy fél tojás. És egy mozdulattal a fél tojást visszahajlítod a kehelybe. Ászánja, úristen! Ráfújattam a nagymamámmal, és eltűnt a tojás. És a tojás benne volt a kehelybe. És a nagyim nézett, hogy... A telepen olyan menő voltam, hallott. Tényleg, most ugrik be, tényleg! A tojás eltüntetése kehelyben. Fúj rá, eltűnik a tojás. És egy mozdulattal belenyomtad a tojást vissza a kehelybe. Volt akkor ilyened? Volt, hajaj. Nagyon. Tojás kehely, úgy. Tojás kehely! Azért érzed a kreatív elnevezését a dolognak. Besírtak rajta a szüleim, meg mindenki. Ott a lépcsőházban mindenkit megállítottam. Jó, mert mondták, Balikám, menj, menj, ne adszom meg. Nem mondták, hogy van még benne 99 trükk. Nem, még volt egy olyan is, ami egy spárga volt, és meghúztad, és rongyot csináltál belőle.
és ugye egy ilyen anyagban volt benne a rongy, azt széthúztad, és egy ilyen vörös kendő lett belőle, azt visszahúztad, és egy ilyen egyenesen álló. Nagyon más ilyen rádiós szemináriumot tart a kedves hallgatók. De ő legalább értette nekem volt, semmit nem értettem belőle, egyedül a karikát használtam, ráraktam egy hosszába macskára, és ilyen hülyén kezdett el tőlem menni, mert érezte, hogy van rajta valami, na ennyi volt. De szépen, ez mégiscsak érdekel, amikor eltüntetik a New York-i szabadságszobrot, meg a Copperfield átmegy a kínai nagyfalon, hogy általában azt például tükrökkel csinálja, hogy úgy állít be tükröket, hogy azt tükröződjön neked vissza, hogy nincs ott a szobor, és így tud eltüntetni. Nem, ez nem így volt. Nem? A szabadságszobor eltüntetés, most nem mondanám el, de bárki rákereshet bármilyen keresőmotoron, ez fent van neten a megoldása. Ezek igazából nem klasszikus értelemben vett trükkök, ezek azért jók ugye minden bűvésznek, hogy nagyon sokat beszéljenek róluk, és még 10 évvel később is ezt emlegessék, meg az ő nevét emlegessék ennek kapcsán. De ezek nem annyira nagyon bonyolult dolgok igazából. És nem tükrök. És nem tükrök. Vagy valaki írja, egyébként tök igaza van, Marika a legnagyobb bűvész, 20 milliárdot és önmagát. Igen. Ezt csináljátok utána egy bűvész világbajnokságot. És százak nyomoznak utána, de még én nem tudnak rájönni, hogy mi volt a trükk. Na láthatunk valamit, Soma? Láthattok. Hát ez padhelyzet ugye a rádióban, hogy lehet bűvészkedni. Ez nem egy egyszerű élethelyzet, igen. De majd ti lehet leközvetíteni. Majd úgy csinálunk, mintha jó lenne. Feri, nézd. A piros dobozból. Hoztam egy piros dobozt, odaadom neked, egyelőre ne bántsd, jó, ezt leteszem melléd. Anyám ilyenekbe kaptak. Majd a végén hozzányúlhatsz te is. Na. Adok egy tollat is, meg egy kis papírt, jó? Na, mondjuk, hogy mi történik, ami nem érthető. Egy névjegykártya méretű fehér papírt kaptam, egy fekete tollat. Alkoholos lécet. Hozunk egy számológépet, és egy-két ugye van ilyen beépített számológép minden telefonon. Jani, egy ötjegyű bármilyen számot pötyög be a számológépbe. Láthatom, én már láttam. Ja, nem gond. Ötjegyű, tudod, ötig. Ötjegyű. Érintőképernyős, Jani, ne ijedj meg, nincsenek rajta gombok. Ez a vagyon össze. Kettő, három, öt. Ja, négy. Jó. Szuper. Jó, meg a... Átjövünk ide a Ferihez. Igen. Jó, meg a szorzás gombot, jó. Jó, csak mondom, hogy Jani beütött egy ötjegyű számot. Feri megszorozza. Ötjegyű számot. Három, négy, öt. Még egy, mondjuk egy osztást, jó, most. Uh-huh. Szuper, átjövök hozzád, és akkor még egy ötjegyű számot, jó? Jó. Mi okay, van? Na várjál, kíváncsi vagyok. Akkor szoroztunk, osztottunk egy egyenlőségi jelet, hogyha nyomnál, és kijött egy számunk, ez 16454,967. És erre gondoltál! ha kerekítenénk, ez 16455 lenne, ez felírod a pici papírra? 16455, Feri fölírta. Jó, itt is papírra. Hagyom nektek, meg lehet nézni, jó. Tehát tényleg ez a beépített számológép, ti nyomkodtátok végig. Itt volt ez a piros doboz. Igen. Igen. Nem nyúltam hozzá. Nem. Én gimi és egyetem alatt ebbe gyűjtöttem a kis zseppénzemet mindig. Ja, hagyjuk ezt a hülye bűvész dumát. Figyelj, jaj, jó, ez a nagyon rossz felvezetése. Hogy gyűjtöttem, édesanyám, mindig adott egy százas tér, azt nagyon megbecsültem. Mindig beletettem. De most elhoztam az összeset nektek, és valami igazival elvarrás. Na, de a lényeg az, hogy nem nyúlok hozzá ez a dobozhoz, felírtad a számot, nyis ki, pénzt fogsz találni benne, számold meg, hogy mennyi az a pénz. Ne. 15, 16 ezer. Ne. 455. És az van annyi van benne. Nem. Nem zavar a taps. Nem azért mondom, nem zavar a taps. Tapsold meg. Ezt most megérdemli. És nagyon köszönjük a készpénzt a Janival. Nem. Vetted, Viki? Ez gyerekek, ez jó. Ja, most ennek tényleg bedőlsz ennek. Azért nem a Budapest TV öcsém, hallod? De most elment mellettünk a világ. Tényleg bedőlsz ennek a trükknek? Én be? Ennyire amatőrök nem lehettek, gyerekek. Én ezt megkajáltam. Ez egy nagyon szép trükk volt. Hát én komolyan mondom, én ezt most ugyanígy. Jani, mi nekünk ott álljunk meg az elsősorban, hát, miért benyaljuk? Benyeltem, mint Stalleric a paripát. Értem, valószínűleg az meg, ugyanis Stalleric a paripát. Figyelj, jó, ezt nem hiszem el. Én ezt szerettem. Na most az elsőnél még ott agyalgattam, hogy mik legyenek a számok, a másodiknál így begépeltem, és nem lehet. És ott van a kezedben a telefon, megnézheted, ez nem egy speciális applikáció, vagy, tehát ez a számológép app, ami minden telefonon rajta van. Tehát bátran, azért nem is nyúltam hozzá. Végig ti fogtátok a telefont, ti irányítottátok a számológépet. A félre a tréfát, még egyet. Jó? Még egyet. Hát egyel készültem. Ez az egy. Hát ez minden nem lehet. A következő alkalommal hozok még egyet. Jaj, most kezdtek belemelegedni. Ja, most már olyan rovatot lesz. Azt hiszed, hogy van közösen egy titkunk legalább. Azt hittem, hogy itt galambok, sojmok és kazuárok repkednek majd. Egy picit bíztam belőle, majd a Gyula még itt fél 12-kor is itt hajkurázta volna egy lepkehálóval a galambokat. Én ennek azért annyira...
Mennyi egy kitalálás a időben? Mekkora meló? Hetekig tart összetenni egyébként? Hát változó. Hát én a világbajnoki műsoromon közel 10 évet dolgoztam. Ez egy 10 perces dolog volt. Nyilván nagyon sokat változott közben. De van, hogy egy ötlet 1-2 hét alatt oda eljut, hogy bemutathatunk már közönségnek is. Úgyhogy tényleg változó. Néha nagyon elkap a hív, és néha a gyerekek, most az lenne a feladat, hogy tegyetek le minket Janival egy lakatlan szigeten, és addig nem láthatjátok a családotokat, és nem kaptok enni, inni, amíg ti ketten meg nem fejtitek ezt a trükköt, hogy ez hogy van. János, azért ott rohadnánk meg azon a szigeten. Csak az lenne a kérdés, hogy melyikünk ássa el melyikünket. Soha büdös életben nem találnám ki. Soha nem jönnék rá. Hoztál kártyát? Az nincs egy ilyen szimpla kártya trükköd? Jó, csináljunk egy szimpla kártyát. Utálom ezt az álszerénységet. Figyelj, gyerekek, hát azért egy háromszoros világbajnokkal beszélünk. Ilyet csináljál már, tudod, egyikből a másik. Új, de jó! Na, ezt tanuljuk már. Ezt te tudsz ilyet? Nem, én pókereztem sokat, én nem ismerem ezeket, amikor így... Rádióban olyan hangja van, mint egy nagyot beleszelentettünk volna szerintem a mikrofonba. Egyébként igen, jól néz ki, ugye széthúzod a kezedet, és az egyik kezedből átszáll a pakli a másik kezedbe. Egy csomag kártya. Igen. Várjál, ez a trükkös csomag, ezt elteszem. Trükkös csomag is, nézd be, itt van a másik csomag. Nézd meg, keverd meg, vizsgáld meg, minden lap más, egy hagyományos csomag kártyáról van szó. Az alap, hogy minden bűvész tudjon kártyatrükket, tehát innen indul, hogy ezeket megtanulod, miközben felikevered. Azért egy nyilvánvalóan, tehát hogy ez egy jó választás az elején, mert ugye kártyája mindenkinek van, és trükköket rengeteg. Meg kell tanulni, a kézügyességedet kell fejleszteni, eltüntetni, elővarázsolni, tehát ez baromi nagy kézügyesség is kell, nem? Igen, közben itt imádkozok, hogy Feri el ne dobja az összes kártyát a földre. Feri, ahogy te keversz, jó van. Ez a kártya romboló keverés, köszi szépen. Igen, megkevertük, nagyon jó. Jó, és annyira szeretnélek kérni, hogy csinálok ilyen szép legyezőt neked, egy lapot, bármelyiket válasz ki. Én ne lássam, nézd meg, jegyezd meg, a többiek megnézhetik. Aha. Megnéztem. A PIK 7-es. Szuper. Ja. Igen. Vissza. Nagyon egyszerű dolgot fogunk csinálni. Egyetlen egy kérdésem lesz. Szétdobáltam. Hát erre mondják, hogy jó a kiejtésem. Tehát. Aha. Figyelj, egyetlen egy kérdésem lesz, arra kéne egy igen vagy nem válasz. Jó? Aha. Menni fog? Hát megpróbálom. Oké. Okay. Mehet? Írd fel. Ez nem az volt. Ja. Igen, nem. Káro, vagy mi ez? Káro 8-as. Nem. Ez a Káro 8-as. Ez a Káro 8. Figyelj a kezed felé. Nézd. Fordítva. Ja, úgy nagyon jó. Megfűk a 8-ast, beteszem a kezedbe, most jön az érdekes része, nézd. Aha. 1, 2. Érezted? Nagyon. Ugye? Nagyon. Aha. Érezted. Igen. Én nem akarok hozzányúlni a 8-ashoz, amit betettem a kezed. Fordíts meg. Ne! Piros szív 6-os! Én ezen felhúzom kimegy, magam. Az a baj, nekem most ki kell mennem, mert megáll az anya. Következő történt, csak mondjuk el a hallgatóknak. Soma valójában tényleg a Káro 8-as tette be a Feri kezébe, a paklit leválasztotta, egy darab kártya maradt a kezében. Úgy csinált, mint a ráfújt volna, a gyerekkorom ez a ráfújás volt a kedvencem, nem nyúlt hozzá, meg fölhúzta a kártyát, vagy elővette a kezéből, Feri kezéből, és ott volt a kör 6-os. Most már megkeresem ezt a 4x8-asat, hogy figyelj, hogy mondjátok ti, ez Káro 8? Én ezt nem, vedd közle a szemét, hol van? Az egy másik műsor, Hova tetted? Hallod? Ez a volt? Ez a Káro? Az a Káro Feri, igen, a kocka, fordított kocka. Égessük meg, boszorkány. Azt, és ez egy alaptrükknek számít? Tehát ez körülbelül, hogy én elkezdenék bűvészkedni, egy hét után ezt meg tudnám csinálni, hogy lerakok a Jani kezébe egy kártyát, ráfújok nyilván, és az a kártya átváltozik? Nem tudom, miről beszélsz, ez varázslat, kérlek. Persze! Akartam hallani! Meg ha mi trükköt csinálnak, érde, ráfújnál a lapra, és valószínűleg felkapná a szellőt, és beleállna a szemembe a sarkával. Tehát, hogy mi nem tudunk ilyeneket csinálni, ez nekünk nem megy. De ezt tette bele a kezembe. Hogy? Nem tudom, ezeket nem tudom. Ez a szép benne, hogy nem szabad ezeket megérteni. Hány trükk van a fejedben körülbelül? Hány könyvet olvastál vala? Tehát ez... Mondjuk ez az én esetemben azért nem tudom, hogy a kérdés egyet, azt is csak a feléig, mert rohadt vastag volt. Hogy, sok, nyilván. Kártyabűvészetnél inkább fogásokról beszélünk, és az ember milyen köntösbe csomagolja ezt be, és hogy kombinálja ezeket a fogásokat, úgy gyakorlatilag bármennyi trükköt ki lehet találni, milyen sztorival adod elő, hogy tényleg a lehetőségek végtelen lehetőségek tárháza. Az emberek egyébként komolyan vennek, amikor komolyan vesznek, amikor kimond, hogy bűvész vagy, vagy legyintenek, mert ez egy felnőtt pasi bűvészkedik, aztán az elolvasom a díjaidat, is brutális, hogy tényleg háromszoros világbajnok, Vegasban, nem tudom, Svájcban, hihetetlen díjak, de hogy amikor ezt te bemond, hogy bűvész vagy, akkor mindenki kicsit legyint, vagy azért értik azt, hogy ez miről szól. Hát van, aki egy picit úgy viccesnek találja, igen, tehát olyan... de annál jobb, tehát annál lejjebb vannak ugye az elvárások, és hát nagyon könnyű megtörni az embereket ugye egy-egy csodával, egy-egy ilyen trükkel, és...
akkor te vagy az a Pali, akit karácsonykor két tojás likőr után mindenki körbeáll, nem? Hát az asztalnál, hogy na, soha még egyet, aha, még egyet, nagypapa már nagyon részeg vagy, hagyd már a soha. Hát a céges rendezvények eszemben elég az elég van. Tüntesd el a nagyanyád, tüntesd már le. Rohadtul elegem. A 30 év után. Jaj, te közben válasz céges rendezvényeket is. Hát persze. Miről adsz le számlát? Hadsz le. Mi az SZJ szám? Hát de most egy van olyan, hogy művészség. Művészeti tevékenység. Művészeti tevékenység. Művészeti tevékenység. Arrohadt életben, ezek jók voltak. Saját trükkez, vagy ezt például valahol láttad és megtanultad? Ez a egy kártyából hogy varázsolunk? Mondom, ezek igazából fogások, tehát művészet szempontból nagyon máshogy néz ki. Nyilván én magam módján adom ezeket elő, hogy másról látod, kicsit máshogy csinálja. De ez egy alaptrükk akkor ezek szerint, amit aztán... Ez egy alaptrükk. Ezek is pénzes, amit láttatok, hogy itt összeszoroztátok, hogy mi lesz a dobozban. Az például egy ilyen saját kombinációs ötlet volt. Tehát... Te miért nem indultál be az Uri Geller műsorról? Akkor hol voltál még? Fiatal voltál? Mikor Pantera, Engem. Kik voltak a nevek? Danny Blue. Hát neki köszönhetjük Danny Blue. Én is gondolkoztam, hogy felvegyem a Soma Gold nevet, de aztán... Soma Gold. Maja Gold már volt is a Soma Gold, igen. És akkor voltak, hogy Pantera, a színpárda tiéd, mondta az Uri. És akkor egyébként volt egy-két jó trükk. Volt egy-két jó trükk. Csináltak egy-két jót. Hát ez nem az én műfajom azért, tehát ott konkrétan meg lett mondva, hogy viccelődni nem szabad, a színpadon halálkom olyan elő kell adni, hogy mi tényleg gondolatot olvasunk, és én mondtam, hogy én köszönöm, de ebből nem szeretnék. Tehát én... Ha most téges rendezvényekre mondjuk nem járnál, akkor mint bűvészeből meg lehet élni? Tehát díjazzák ezt annyira egy világbajnokságon, hogy azt mondta, hogy minden éven nyerek egy VB-t, és abból én meg vagyok? Hát három évente van eleve. Azt mondta, bocsánat. Semmi gond, de meg lehet. Hát én ott ugye én megnyertem a VB-t, és utána több mint 150 külföldi út volt a utóbbi 6 évben, 35 országban voltam fellépni, tehát belekerültem egy olyan, tehát a krémjébe a szakmának, egy olyan körforgásba, ami hát engem igazából visz világszerte mindenhova. Úgyhogy igen, nem panaszkodok. Világszerte ez fellépés, hogy ezek önálló estek, mondjuk valahol Malajziában, egy szállodában? Van, hogy önálló estek, van, hogy varieté műsorok, tévéműsorok, gálaműsorok, szakmai kongresszusok, én nagyon sokat tartok, szemináriumokat mindenféle a világban, tehát elég sok mindent csinálok. A szemináriumi az mit jelent, hogy elmondod, hogy áll össze egy trükk? Ezek szakmai szemináriumok, én leginkább a zene és a bűvészet kapcsolatáról beszélek, most írok éppen egy könyvet egyébként a témáról, legszebb. Közben... Már hiányos a pakli. Feri bűvész megpróbáltam megkeverni a paklit a Feri, de annyira azért azért nem megy neki. Van még hova fejlődni. Jó, hány lapos három év ilyen tempóval tehetséges kezdő lett belőle. Tehát, hogy a zene és a bűvészet kapcsolatáról, hogy egy sót hogy építesz föl, és milyen zenét teszel mellé. Hogy milyen különböző bűvész műfajokhoz milyen zenét használj, hogy gyakorolj rá, hogy megnéztük a jogi hátterét a dolgoknak, a zenefelismerő szoftvereket, hangosító rendszereket, szóval nagyon sok mindent megvizsgáltunk a könyvben, és hát rengeteg jó embertől kaptam, szakmailag prominens embertől kaptam interjút, többek között a Johnny Spinától is, aki a Copperfieldnek volt 15 évig a művészeti vezetője. Johnny Spina? Igen, szegény, tavaly halt meg, nagyon beteg volt pár évig, de még mielőtt meghalt, adott egy interjút a könyvhöz, amilyen nagyon hálás vagyok neki a mai napig. Azt hittem, hogy ráthagyta a titkok könyvét, és elmondta, hogy nézd Soma, akkor most neked átadom, hogy csináltam. Itt a könyv, a megoldás pedig Hát igen, figyelj. Zene és a bűvészet kapcsolata. Erről mondjuk az jut az eszembe, hogy van egy pár olyan ember az országban, akik 20 évvel ezelőtt írtak sláger, de mégis a jogdíjaknak több, mint a felén zsebre tesz. És milyen jó belőle. Na, jó van. Már nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Nem mutattál sokat, de ezzel a két trükkel mi azért el vagyunk egy ideig. Felvettük mind a kettőt? Mind a kettőt, tehát a Facebookon nem sokára fent lesz a két videó, elemezgessétek. Elemezgetjük mi is. Hogy csinálta Soma? Mi a következő? Hova mész most? Következőnek a világbajnokságra megyek megint, ez július elején lesz. Akkor ezek szerint 3 évvel ezelőtt volt az előző, ugye? Hol lesz most a Rimini? Rimini-ben lesz most a világbajnokság, és most azt a megtiszteltetést kaptam, hogy beválogattak a zsűribe. Ó, önmagadat? Tehát fel is lépsz és zsűrizel? Úgy nem lesz nézni? Igen, egyszerre. Szerintem a Soma gyert, és a zsűri külön Soma. Mond? Nem, csak zsűrizek ebben az évben, és első magyarként, meg hát igazából én vagyok a legfiatalabb, akit valaha beválogattak, hogy én ennek így tényleg nagyon meg vagyok tiszteltetve így a világbajnoksági bizottság által, hogy ezt így rám bízzák, ezt a feladatot.
ez egy egyhetes procedúra lesz megint, és meló lesz, de nézek elébe. De én automatikusan arra gondolok, hogy zsűriként az nyűgöznél, aminek nem tudom a megoldását. Tehát az, hogy zsűrizem, de tudom, az már eleve nálam hátrébb. Mutasson olyat, hogy zsűrizem, és még én se tudom, hogy nyilván van olyan, hogy meglepődök egy kicsit, de a szömét azt tudom, viszont, mint ahogy mondtam, itt engem az nyűgöz le, hogy viszik színpadra a dolgot. Tehát, hogy milyen színházi, színpadi megoldásokkal építik fel magát a rutint. Figyelj, hogyha mondjuk nem az ilyen közhelyesebbekről van szó, mint Dynamo, akkor mondjál már egy nevet, akit érdemes megnéznünk fönt a videó megosztó portálokon, aki kevésbé ismer, de iszonyatosan jó. Szerinted? Aki engem nagyon inspirált gyerekkoromban, ő egy elég régi figura. Őt úgy hívják, hogy Sylvester the Jester, és ő egy élő rajzfilm figura. Jaj, ne, egy élő Mickey Egér járkál az utcán. Ne, nehogy a szív. Tehát egy csávó, aki bejön beadnak neki egy dobozt a színpadra, ilyen ketyegő bombát, ő meg nem tudja, felrobban és lerobban a csávónak a feje. És fej nélkül ott sétálgat így ezzel a dobozzal a színpadon, meg ilyen dolgokat csinál. Szóval brutális, hogy mit művel a fazon. Őt például érdemes lecsekkolni. Sylvester Chester. Igen, igen. De jó. Megnézzük. Megnézzük. Soma, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Nagyon klassz volt, amit mutattál. Hajnóci Somával, bűvész illúzionistával beszélgettünk. 3:40 lesz pontosan egy perc, majd jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:40 múlt pontosan 3 perc. Helyes átsz, nem? Nagyon jól ügyes. Beszél, jól adja elő. Teljesen rendben van, Soma. A gyerekek, világbajnoknak lenni egy ilyenből. Hát igen. Ott kell melózni. Nem egyszerű. Nem tudok megszólni, mert mind dolgozik az agyam. Ne túlozzál. Melyiknél a kártyás? Nem, de igazából leállt. Hozzatok akkor, egy kurblit. Akkor a sok a kártyás az volt. Azért láttam, hogy a Káro 8-es teszi be a Feri kezében. És itt volt a kezemben. Igen. És éreztem a lapot a kezemen, és tényleg nem nyúlt hozzá. Nem nyúlt hozzá. Az erős volt. Az erősebb volt, mint az a számolós. Azt se tudom. De a kártyás, és azt más perspektívából láttam, és tényleg azt tette bele a kezembe. Igen. Tehát beletette a 8, és egyszer csak szív 6-os volt, érted? Igen. Öcsém, varázslat. Hát lehet, hogy az. Mágus. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Most azon gondolom, hogy szedjük ki belőle. Mutatjuk, hogy menjünk utána, mindjárt várjunk. Mondjatok, majd várjon már meg. Most várjál, te húzd az időt, Feri, szaladjunk. Nagyon kapjuk el. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Fölhívtunk egy sportújságírót, szakújságírót, Deák Zsigmondot korra reggel, hogy segítsen nekünk egy kicsit eligazodni a FIFA botrányban, mert hogy egyrészt nem értünk a futballhoz, kettő nem is nagyon tudjuk, hogy az öreg még mindig hogy van szabadlábon. Minden esetre megint megúszta, megint megválasztották, közben már rengeteg fejes bukott, rengetegen előzetesben vannak, segített nekünk egy kicsit képbe tenni az ügyet, hogy mi is történt az elmúlt 15-20 évben. És Renmániáról is beszélgettünk, mert hogy egy cikk összeszedett 23 pontot, és ez a 23 pont arról szól, ami ismerős lehet a rendmániásoknak, viszont ismeretlen azoknak, akik kevésbé tartanak rendet nekünk Ferivel. És én nem is emlékeztem az interjúra, amit velem készítette. Igen, mert hogy János elmondta, hogy valóban egyeznek ezek a dolgok, és rá is igaz néhány pont. Arra kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, náluk ki a leginkább rendmániás. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 2 perc van pontosan. 10 óra, Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Hello. Észrevettétek, hogy amikor bejött ez a srác, aki itt varázsolt, hogy akkor ment el az adás? Igen, és a lámpák is elhalványultak egy kicsit. Igen, mindig ilyen hatással vannak az idegenek zsűre. Összezavarodik örök, és elkezd össze-vissza nyomni a gombot. Megállt az élet. Bejött Soma, és megállt az élet, igen. Hívjuk a nap hallgatóját. Jó volt a hétvégét, Csabi? Hú, nagyon. Nézzétek meg, milyen barna vagyok. De csak... Mennyit a napon felejtettek, vagy nem voltam, hogy behúzzon? Kifelejtettem magam a napon. Húzzátok, vagy akkor tegyetek rá vizes lepedőt, mondta Laura. Jó az, kis kerti parti. Morning show. Az bizony. Hello. Sziasztok. Aláírtad, azt nézem. Már. Nem írtam alá, Balázs vagyok. Balázs, honnan hívtál minket, hogy honnan írtál? Nagykozárból, Pécs mellett. Igen. Azt írtad, hogy szerintem Kummediátor Marika a legnagyobb illúzionista. Először eltüntetett egy csomó pénzt, majd saját magát is eltüntette. Így van, hát ez. Ez nekünk tetszett még, hát ha nyilván egy fanyar humor azok a fanyar humor, persze, igen, akiknek igen. Oda lett a pénzük. Soknak nem tetszett, de... Persze. Balázs, te vagy a nap hallgatója, gratulálunk. Köszönöm szépen. Van egy szép kis ajándékcsomagod. Jó? Jó, nagyon szépen köszönöm. Köszi, hogy írtál nekünk. Ciao. Sziasztok. Szia. Szia. Hello. Na, mi újság, Csab? Folytatódik a klassz nyár? Képzeljétek el, hogy ez valószínűleg egész nyáron folytatódni fog. Tehát most az érzésem, hogy annyi jegy van, és annyi lehetőség, hogy nem állunk le.
Sőt, tovább megyünk. Ugye múlt héten Robbie Williams... Váltottad Robit? Elváltom most Robit, odaadtam 50 jegyet a hallgatóknak, mert még lehetett játszani az internetes oldalainkon is. Most pedig úgy döntöttem, hogy David Guetta magyarországi buliára juttatom el a hallgatóinkat. Óránként szerint kettő, ha kiszámolod, megint van 50 darab jegyem. Hát ilyen egyszerű. Nem rossz, nem rossz. Felhívás, tessék figyelni, amikor ez elhangzik, akkor telefonálni, aztán lehet menni Gettára. S hol játszik a Guetta? Magyarországon. Ja, jó, köszönöm. Tessék, figyelni majd a részleteket, jó? Jó. Hol játszik? A fenn a színpadon, ott DJ-zik, jó, hagyjuk. Engedd el. Jó, a Guetta, még életemben nem voltam David Guetta koncerten, de hát egy nagy show. Nagyon nagy buli. Hát egy iszonyatos világsztár. De nem véletlen. Téged megnéznének, hogy tombolsz, hogy David Guetta. Az első sorban. Az első sorban, igen. Mikor jön? Ez már az? Ja, szuper. Igen, jó van. Csabi jön a kívánságműsorra 555-55-00. Ez a telefonszáma, ha szeretne tőle valaki dalt kérni, szeretnétek dalt kérni, tegyétek meg. Mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggel.